uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 6 óra után, 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Anna, hello Eszter, hello Feri, jó reggel, gyerekek mindenkinek, gyerekek újra, együtt a brigád, Eszter is sapkában ráadásul. Mindjárt leveszem, csak meg kell fésüködjek. Kötött sapkában. Vettem magamnak a London Marketben. Öcsém, ez londoni sapka. Londoni sapka, és nagyon jó. Legalább egy kucsmát hoztál volna. Vettem egy kalapot is, de majd ezt csak később fogom tudni elmesélni. Nagyon-nagyon király kalapot vettem. Nem lehet ilyen katonai kalapot? Nem lehet kapni? Vagy hogy hívják azt a lovas őrök? Ezt nem lehet kapni, ezt meg kell szerezni. Igen, az tényleg medveszőr? Ez, nem vagyok benne a szakszervezetben. De nem kaptam meg a körlevelet azzal kapcsolatban, hogy miből készül meg a kalapok, de meg fogom nézni. De na, megérdemelnék, hogy medveszőr legyen. Meg te is. Meg én is. Én is. Na, hogy vagy? Én ezt kezdve hiányoztam. Na, mi újság? Azt hiszem, hogy mennyit nem voltál egy napot? Elröpent az idő. Na, hát örülök, mert akkor a héten már nem kell jönni, azt érzem. Jaj, Istenem. Meggyógyultál, jól vagy, kipihented magad. Szerintem a legdurább hetem volt az életem során. Én az összes Covidot elkaptam, hogy minden betegségen túl vagyok, mert ezt most kitenyésztették úgy az óvodában, hogy ilyet te még, figyelj, ilyen még nem volt. Hogy konkrétan az volt, hogy nem tudtad elérni, hogy meg fogsz fulladni, összehányod magad, alvás az nulla, tudod, ahogy fordultál oldalra, sipolt a tüdőd minden irányba, és akkor tudtál belülni egy ilyen 15 fokot, mert ha úgy maradsz, akkor kapsz levegőt, de aludni még nem tudsz. De azt is csak 3 percig. Volt. Nagyon, igen. Viszont nem mentem Angliába, és kérdezik, no, ahogy leszállt a gép, mert ugye muszáj, nem tudtam tovább halogatni, hogyha minden fellépést elrakok, akkor az egyszer csak rászakad az emberekre, meg tudtam, hogy csomóan Londonba jönnek, tehát majd Pestről is jöttek, meg nem haragudtunk, félbe, te voltál, elmentél Londonba, nem volt baj, nem se ebből lelki problémát. Ez olyan, tudod, amikor az osztályban valaki, tudod, azt mondja, hogy lázas, az osztályfőt az osztályfőnökkel a fagyizóval. Konkrétan ennyi történt sem igaz. De én akartam nekik mondani, hogy milyen durva az, hogy majd megdög lesz a köhögéstől, a láztól, minden szartól, megérkezel Londonba, és nem köhögsz 3 napig. De akkor az pszichés valószínű. De hát pszichés, ez... hanem az volt, hogy annyira más páratartalom a belpesti lakásom és a londoni ilyen tengersós levegő között, hogy egyszerűen teljesen más volt a szitu. És leszálltál és meggyógyultál? Hát akkor ez... Nem rögtön, de nagyon hamar. Tehát, este már tudtam aludni. Az az első este, rá tudtam aludni. Lehet, el kell menned Londonba 3 naponta vagy 5 naponta, hát, amikor beteg vagy fölkerülni a gépre. Igen, viszont készítettek el, ott nincsen ilyen EU szabályozás a gyógyszertárakon. Jó, szabadon lehet minden. Teljesen más az összetét a dolgoknak, és vett egy olyan köptetőt, hogy figyelj. Hoztál? Hoztam. Mindenféle dolgot hoztál? Figyelj, hoztam dolgokat, és hogy figyelj, olyan köptető, hogy beleszagolsz, és így áttesztek egy másik dimenzióba. Nagyon durva. Nagyon durva, úgyhogy oda kell járni cuccokért. Ugye, másfél óra alatt kim vagy, tehát hogyha ha szabad ott a drogére, ha magángéppen mész, akkor másfél óra, azért becsekkolsz, kicsekkolsz. Nagyon kemény. Úgyhogy nem sokat láttam Londonban őszintén, mert azért félig még inkubátorban voltam a hotelszobában, de amit láttam, az nagyon tetszett. Szerettek, imádtak, szétszettek. Igen, nagyon jó fejek voltak. A Regensholban léptem fel, ami egy templom, ami igen, nem annyira... Igen, oda nem engednek be. Igen, nem annyira passzolta a tematikája az estének, de most már azt mondhatom, hogy le van zsírozva, hogy a pokolra kerülök. Ez biztos. Osztott pályás templom, tehát vasárnap reggel 10-től mise, délután nézé vipera. Abszolút. Szombat este vipera, vasárnap reggel meg mise. Én most kiárom neked Amsterdamot, akkor jössz oda, te kiártad nekem Londont, én megyek oda. Tehát váltok, cserélj, kiárjuk egymásnak a külföldi városokat. Én februárban megjárom neked Amsterdamot. Na jó, de úgy menjél te is, hogy előtte kapj egy tüdőemboliát, mint én, mert ez csak úgy jó. Emboliád is volt. Na, jó van, akkor így teljes a kép azért volt, hogy jobban van. Embolia, tifusz, pestis, kolera, tüdőembolia. És azt, hogy megért a 3 újság, hogy azért, hogy hát én, nekem gyakorlatilag kapa, és akkor anyám hív, tudod, ilyen 150-es púzusra, hogy hallottam, hogy rosszul lett. És ez mi?
Hát ez a korrekt tájékoztatás anyád irányába. Igen, de mert te nem hívtad fel anyukádat, hogy mama jó vagyok. Na, de tudta, hogy beteg vagyok, csak ugye azt írtam, hogy rosszul lettem. Ezt írtam, ilyen újságcikkek születtek, hogy rosszul lettem. De hol ilyen lett? Fekete ruhás képeket, ilyen rossz ilyen bulvármagazinokban, és anyám meg azt hitte, hogy meghaltam kvázi, tudod, hogy már valahol vagyok az innen, hívta a férjemet, hogy akkor most mi van. És azt akartam végig gondolni, hogy vajon, ahogyha a bulvár, aki megírja rosszul azt, hogy beteg vagyok, mert le kell mondani egy előadást, megöli az anyámat, akkor mennyi pénzt kapok ezért? Hát ez egy jó kérdés, be tud őket perelni akkor. Igen, csak ennyit szeretném mondani előjáróban, hogy én be is fogom. Tehát, hogy, jó, hogy meghalt az anyám, oké. Okay. Hogy, hogy ez a feszültség, én ezzel nem fogok cicózni, mert én ezeket hát behatom. Na és mi az ajándék, érted? Mit kapunk? Mi van a szatyorban? Már láttam, hogy a kis táskában lapulott valami, hogy eljöttem a pult mellett, mert láttam a szatyrot, úgyhogy ide a londoni tranzitos vizeres ajándékokat. Meguntam azt, hogy folyamatosan kapom az ívet, hogy nem tudok nektek személyre szabott ajándékot hozni. Na most a nagy szatyorból elővet egy nagyon kicsi szatyorot. Na de abban vannak a drágaságok, érted? Ez olyan drága fekete, viszont. Igen, ez egy fekete szatyor, amiben akár szexshopos dolgok is lehetnének. Ide bele! De nem hoztam neked elektromos barátnőt, Feri. Mind a kettőtök ugyanaz kapja, csak más színben. Wow. De hogy tessék, parancsoljatok. Egy London póló. Egy Camden Marketes, csodálatos londoni szuvenír póló. Te vagy rajta? Csak, hát sajnos nem. Mert akkor magamhoz dörgölöm. Tessék, a Bözsike meg van rajta. Minden, ami London. Ebben szeretnék látni teket alsónadrágban ülni a fenyőfa alatt majd december 24-én. Jó, nem tudtam, kinek milyen a mérete. Nagyon rendes vagy. Hát drága, nem volt, de legalább rendes vagy. Így van. Feri, mi most is elmégeztem, mit lát pontosan. És egyforma a méret is? A persze, nyilván. Két haspólót kaptam. Rajtam egy kicsit feszülős lesz. Igen, rajtam egy kicsit feszülni fog, de nagyon szépen köszönjük. Tárnak hoztam mindenféle Toblerónékat és teákat. Na, ezeket azért hoztam. Az arra próbáljuk nagyon rá. Nagyon szívesen, itt van nálam. Két XL-es, Feri. Aha. Belefogytál, de nekem. Mit teszel, nézted? De miért? Hát? Angol két XS. Nem, majd visszaviszem. Bevetett belőle. Hát bevetett belőle. Jónak kell lennie. Bevetett egy kicsit belőle. Hát egy oldalra beletódunk valamit, anyám meg tudja oldani. Nagyon köszönjük. Egy dohányzó Erzsébet királynő van rajta, aminek a pólóján, aki bundában van, és a pólóján pedig van rajta egy Freddie Mercury. Ezt tudtam hozni. És mire jutottunk eszedbe? Elmentél egy ilyen pólóárus volt mellett, és megláttad ezt az Erzsébet Bözsitott, hogy üldögél, és mondtad, hogy ilyet akarnak ezek a gyöngyszemek. Mi a legkelemetlenebb dolog, ami történhet veled? Vagy feladták az előadás végig, hogy már hoztunk ajándékot, és elraktad, hogy jó lesz a fiúknak. Nagyon hoztak ajándékot, teát hoztak, de igen, ez viszont nem ezt én választottam. Pénzt adtam ezért. Pénzt adtál ezért? Igen, mert azt éreztem, hogy ez legyen valami keveset. Olyan ajándék, ami mindenképpen a terhetekre van hosszú távon. És én ezt ebben hiszek. Ami nem ilyen, az, annak nincs értelme. És mikorra kell jöjjünk ebben? Mikorra kéred? Hát arra gondoltam, most átöltöztök, és akkor utána évvégéig. Ja, úgy most már csak ez. Nagyon ez egyenruha, és tudod, hát Anglia nagyon drága ország egyébként, úgyhogy ez nem volt kevés. Nem Anglia volt kevés ne, pénz. Anglia drága ez ország. Ez egy robogó ára volt gyakorlatilag ez a két igen, egy nem működő használt roncs robogójé, de egy robogó ára. Igen, nagyon sok mindent láttam Angliában, elmondanám nektek. Jó hely. Most volt először. Sosem voltam. Most volt először. Angliában egyszerűen voltam, akkor vidéken, és most Londonban először voltam. London nagyon jó. Nagyon. London nagyon él, nagyon multikulti, nagyon sok látnivaló van, megy, működik. Én szeretem Londont, nagyon sokszor voltam. Nagyon jó. Persze, sokszor volt. Tehát én csak egyszer voltam. Csak kiugrál, hát Londonba érted az Oxford Street, meg a Regent Street-re. És már minden karácsonyi díszben, nem? Nem, visszafogott. Visszafogott még, igen? Ha három részárost láttam, akkor sokat mondom. Három részárost? Három részárost láttam, mondjuk ők elég jól kötöttek. A Regent Street-et, meg az Oxford Street-et felvásárolták kandikával. Igen, részárosok voltak. Részárosok, meg ki van az a karácsonyi világítás, de amúgy ezen kívül nincs. De megnézted a nagy közhelyeket, azért a Westminster apátság, a Tower, az Oxford Street, Regent Street, nem, ezen nem is nézted meg? Nem, mondom, megérkeztem pénteken, rögtön. Ez szolidka volt. Az volt, hogy a reptéren úgy izzadtam, ott életem, akkor 5 nap után először álltam. De volt nálad kápszi, vagy miért? Egyrészt lenyeltem ugye kotokban másfél kiló heroin, és ez nem mindig szokott jól jönni. Igen, másrészt az konkrétan az volt, hogy tudod így, ezt a fog patkolni. Aztán megérkeztünk, és nem patkoltam el, nagyon örültem, különösképpen. Egy nagyon kedves mafiózóval ültem ugye a repülőgépen odafelé, aki a repülő utat használta, hogy átvegye a másik alter egóját arra, ami a valóság. Tehát valami szerintem szláv nemzetiségű ember lehetett, és... És a lényeg, hogy a WC-ben átöltözött, és felhúzta a karika gyűrűjét.
Kérdezte, hogy veszélyt fenyeget, vagy veszélyel vagy iránta, és ezzel akarta biztosítani, hogy ne kapd el. Hát nem örült neki, hogy én ülök mellette, ezt azért lehetett érezni. Mondtam neki, hogy nagy vagyok, de nagyon kedves. Mindezt ennek aztán mondtad. Még annyira se örült. Mindegy. És akkor megérkeztünk, akkor életben tartottuk magunkat, és akkor másnap rászabadultunk ott a marketekre, meg a mindenekre. Na, melyik? Melyik már? Camden. Camden, az szép, az egy jó kis piac, igen, az jó. És már ment a nagy italozás. A Camden az nagyon jó, az nagyon jó hang, az egy negyed tulajdonképpen, egy ilyen piac, zenével, mulatossal, kirakóssal, az nagyon jó, az egy tök jóra is szeretem. És italoztál, és aztán úgy mentél előadásra? Nem, én nem ittam alkoholt, nem iszok. Most egyrészt ugye két szett antibiotikum után nem annyira éreztem, én mondott a köptetőket kóstoltam, még nagyon jók voltak, és hoztam olyan dolgokat például, amire az volt írva, hogy segíti az alvás, és úgy adta át a Judi Dench kinézeti patikus, hogy csak óvatosan. Nagyon kell, ilyenek is kellene. Ha túlakadok, akkor véged van. Igen, hogy törőközőre feküdjön, amit beveszi, mert... Szohó este? Szohó? Kicsi szohó? Á, nem volt semmi. Semmi. Este, nem az igazi ez a London még így. Nem, nagyon jó, majd legközelebb. Köszönöm szépen, szeretnék elmenni, de rettenetesen elszabadulni. Ott napot úgy el tudsz tölteni, hogy nem vagy sehol kétszer. Tehát hogy simán. Tehát olyan jó részek annak, hogy az nagyon, nagyon szép. Na jól van, hát örülünk, hogy itt vagy. Mi is már mindegy, látom, nem örültök, úgyhogy. Nagyon örülünk, nagyon-nagyon örülünk, és nagyon hiányoztál. Mutassad valakinek. Valakinek viszont. És most. Hoztam majd még egy történetet, ezt hétkor fogom elmesélni a Laci kérdésére. Jó, ez egy titkos. Nagyon durva volt. Nagyon durva volt, nem fogjátok elhinni, nagyon durva volt. Te nem nézted amúgy az állatos énekest? Én nem nézem azt a műsort, elég volt egyszer, amikor ott kellett lennem. Inkább mindig szégyenemben elmegyek gyúrni. Nem néztem, nem tudtam. Egy baráti vacsorán voltam tegnap. Nagyon jól sikerült, gyerekekkel, felnőttekkel, úgyhogy 6 órakor bevetettük magunkat az étterembe, és 9:30 is eljöttünk. Úgyhogy hát én nem meg, de ha otthon lennék, se nagyon nézni. Na jó, következő kérdés. Megmondom őszintén. Istenes Bence verekedett tegnap, mert hallottam. Igen, Laci belengedte 10-kor, mindjárt jön a Bence, ezért 3:11-ig hajlandó voltam várni, ami azt mondja, hogy nagyjából ilyen 3:12-kor érkezhetett meg a Bence, vagy 11:30-kor, tehát ez a mindjárt jön a Bence 10 órakor kicsit erős volt. Hogy lett majd 2 menetet bunyózott egy bosnyák fiú, akit agyon vert, állítólag. Nem láttam a bunyót, úgyhogy nézzük meg, töltsük le. Nézzük meg, bizony. Nekedek már aludnod kellene, nem verekedni még ez egy boxringbe. Ez nagyon durva, hogy még ébren bírt maradni egyáltalán. De komolyan mondom, mi történik. Sok reklám volt, Laci? Vagy hogy sikerült elhúzni Laci eddig? Laci beírta 10 órak, mindjárt jön a Bence. Mondom, oda kapcsolok, megnézem, még 4 meccset konferáltak addig kis túlzásra. Ilyen fiú, olyan fiú. Nagy bunyó volt, meg jó bunyó volt. Én mondom, hogy nem bírom megvárni. Nagyon megnézni, nem bírom megvárni. És akkor ilyen 3:11 valahol ott egyszer csak azt mondom, hogy na jó, eddig sem tovább. 3:12-kor volt végül. Hát és mondom, mikor jött a Laci SMS a Viber, hogy mindjárt jön a Bence. 10-kor. Elmondom, én akkor már a legmelegebb pizsamámban felültem a szobába. Hogy lehet 3:12-re tenni, de komolyan mondom. Miért nem teszik a Bencédbe 10 órára, vagy 10:30-re? Meg az egészet miért nem kezdik el 6-kor? Azért nem nézek végig egy műsort, hogy megnézem 3:12-kor a Bencét. Tehát, hogy tegyék be akkor mit másodiknak, harmadiknak. Értem, hogy ő a húzó meccs, meg azért láttam már egy-két televíziós műsort. Ne dumáljanak annyit. Hát tök fölösleges részek vannak köze. Egy meccs, lemen, gyerünk, következik. Ez mindig úgy vagy, a jót teszed a végre, értem. De hogy a jónak is azért van egy olyan vége, ami beszámíthatóan tényleg vége. De a 12:30-kor már akkor se várod meg, ha nem tudom, Mike Tyson boxol újra Joe Biden-nel, nem? Tehát, hogy hát tikoratokban ugye már minden nap ajándék, hát nem ki bírja, minek? Hát igen. Igen. Szóval akkor senki nem látta, de Bencét hívjuk 9 után majd, nem? És akkor megbeszéljük, hogy mi volt. De akkor nem kapott monoklit. Hát két menetből nem nagyon valószínűleg megnyerte nagyon hamar. Azt írja az újság, hogy mindent eldöntően vitte az egészet. Tehát nem voltak kérdések. Technikai káó, amit csak el lehet. Igen, technikai káó volt? Na, én nagyon szeretem amúgy azt, hogy Bence boxol. De van benne egy ilyen huncutság, van egy ilyen stílus, olyan, mint hogy egy ilyen rajzfilm karakter lenne, hogy tudod, így játszik. Huncut. Van egy ilyen huncut, igen. Olyan igen, de egész srác olyan, úgyhogy azt a minden ideg. Na jó van, gyerek. Tűz, Feri holnapra már. Arra felekül. Nem csak emlő lesz a fűrészkedve. Van karácsonyig, jó? Ha ez ezek után fertőz, akkor viszont vége van. Tehát akkor ezt el kell engedni. Hát te is valahogy elkaptad, akkor nyilván mi is így. Jó, de figyelj, ez 10 napos az a sztori. Jó. Hát jó, tudod, elbújkál, van ott hely, elmegy erre, arra. És milyen a híres nagy békésebb a immunrendszered. Az előztes és ő sokat. Nagyon jó. Nem akarok lebetegedni. És ez csak a szagok miatt van. Igen, és ez nem is lesz miatt van, hanem megint ugyanaz a pulcsi van. Ne, jó, azért engedjük be friss levegő, gyerekek. Mert holnapra mindenki kidől, ilyen gondol
gonoreás tüdő valamibe, akkor végünk van. Igen, híres tüdőgonorea. A tüdőgonorea elkap minket. Nagyon nehéz volt kitenyészteni, nem, de végül sikerült. Az a lényeg, hogy nagyon sokat kell lélegezni olyan dolgokból, amik gonoreásak. Igen. Ja, Isten, na gyorsan egy-két SMS, csak így korán reggel, hogy kivel mi van, kinek, hogy indul a reggelt. Jó reggelt, úgy hallom, már nem vastüdős a vipera, írta nekünk Barnabás. Alázatos tiszteletem a rádiósaimnak. Nagyon imádunk benneteket Erdélyből, jó, hogy itt vagytok, köszönjük szépen. És azt mondja, hogy gyógyszertárba kapható inhaláló géppel, és minden tök jó lesz, írja valaki. A hétfőket semmi munkakert, szerda és egy nap dolgoztunk, fél nap, csütörtök keveset, ne érjen baleset. PC, jöhet az ivászat. Írja valaki, hát ez nagyon... Ma lesz a verses játékunk, lehet, hogy ez már erre. Ma indul a verses játékunk. Igen, úgy emlékszem, hogy a múlt héten már kellett verseket írni, amiben mi magunk benne vagyunk szépen, és akkor mától elárasztjuk az országot irgalmatlan technikai eszközökkel. De múlt héten volt játékotok? Nem volt, hát te nem voltál, hát hogy? Ja, jaj, hát én... Mert én most várok kifejezetten egy játékot, amit nagyon régóta beölengedtök, és mindig nem történt meg, az mikor lesz? Melyik? Amikor valakit beledobunk a napba? Tudod, az ízét. A fűkasza? Igen, olyan. Nem az, amikor ízé, amikor majd így faragni kell. Ja, faragós, az még arrébb van. Az még arrébb van. A gyerekek, megvan közben a Bence bunyója, úgyhogy akkor ebbe is belenézünk majd, jó? Azt írja nekünk egy hallgató, két napja nincs hangom, Máté küldi nekünk, de amúgy minden rendben van, Máté, köszi, hogy elküldte. Tehát Eszter is túl van rajta, akkor te is. Túl leszel azt, sziaszt, én örülök, hogy itt vagy, puszi, Angéla. Küldte ezt Nyíregyházáról, neked látod, azért egy ember írt ilyet is, úgyhogy... Beépített emberemnek. Sokat nem kellett mutatni, mert a Bosnyák egy egyeneset ütni nem tudott, talán a következő körben ellenfelet is kap, Bence írja. Béla, aki úgy látom, hogy egy kicsit ilyen vitriolosan ébredt ma reggel. Nem baj, az hadd vitriolozzon, te nem fogsz nyerni az ajándékaink közül, amit már is sorolok, hogy mik van. Na, a kezedbe adták közben? A hétre. Na? Samsung Teframe TV. Nagyon jó. Samsung alulfagyasztó sütőszekrényai energiamú. Őrületes. Samsung Jet 75 Premium állóporszívó. Samsung Ezo Buble mosógépes veséges ügyel. Samsung Music Frame képkeret hangfogóval. Vagy, úristen. Na, csak a múlt héten beszéltünk, hogy mennyi pénzt adunk ki egy évben. Igen. Hát akkor ez megint egy olyan, nem tudom, 2M. Hát... Ez komoly. Yeah. Így fejből kiszámoltad? Összerakta. Ide írta a Laci. Az igen. Bianca kérdezi, hová kell küldeni a verseket? Sehova. A Mikulásnak küldje. Bianca, mondjuk ezt is. Egyébként van egy csomó versünk, de lehet, hogy naponta még lehet újakat nevezni. Vagy higgyetek el, milyen, mert eljön a játék, mi is mindenre tisztában leszünk, jó? Rosszul vagy? Verskukac rádió 1.hu, ez az e-mail cím, ide lehet küldeni a verseket, jó? Azt mondja, hogy elindulunk akkor, jó? Szia, Eszter, hiányoztál nagyon. Mónika is küldte nekem. Na jól van, Mónika. Ez már kettő. Két felbérelt hallgató már masszívan teljesíti a kérésedet és írogat. Igen. Kérdeztem valaki, hogy mi van a gumimmal. Megoldódott már, lecseréltük a gumit. Na, Tili vagy te is? Tili vagyok, de egy csinadratta volt. Hazaküldtem Dénes barátomat, aki szokott engem vinni helyekre. A kocsival, mert nem tudtam ugye hazamenni, mert éppen vastidőben voltam. Hazavitte, és ugye át csak felét kellett volna cserélni, és kiderült, hogy amíg nem volt rajta a téli gumi, megkeményedett a téli gumi a garázsban. Megtud. És mondták, hogy ezt már nem lehet feltenni. Egy bizonyos év után bekeményedik a téli gumi, így van, nem szabad feltenni, lesz, mint a tükörjég, úgy csúszik. Ennek közepesen örült akkor a Nyíregyházán álló Dénes, úgyhogy nagyon nehezen, de szereztünk új gumikat, amit először rossz méretben kaptunk, azt nem ideszó hosszú volt, de most már megvan. Minden van. Végül egy gumicsere se egyszerű dolog azért. Forint, teljesen megérte. Jövünk mindjárt, gyerekek, fél hét van, mennünk el. Jó, és akkor, ha jelentkeztek játékra, akkor jövünk a játékkal, a hírek után rögtön. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Itt vagyunk, gyerekek, 3-7 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt, kívánunk mindenkinek. Ső. Egy újabb hét, és milyen napra ébredtünk ma? November utolsó hetére, ez létezik? Így van, hétfő, vagy mi az vasárnap, december 1. Vasárnap, december 1, lejtmenet nappal indítjuk, pedig ma sok dolgunk van együtt, úgyhogy ma ne legyen lejtmenet nap, mert ma megyünk egy stábvacsira, wow. Aztán színházba. Wow. Hát stáb délutáni vacsi, mert előbb van vacsi, aztán színház. Színház után már félünk, hogy nem tudnánk enni. Színház után idős beteg emberek már elmennek haza aludni, úgyhogy elvileg ilyen 4-5-kor találkozunk
a menzán, ott megebédelünk, és akkor utána onnan megyünk a színházba át. Jó, akkor én gyorsan a teljes mértékben helyet csinálok az ingyen ételnek. Jó. Hánytatás, átadom magam ennek a dolgok. Libatol, beöntés alulról, keserű só. Jó, de nem, hogy megint valami KSZ-be menjünk, vagy ilyesmivel. Nem. Tudod, nem oda, ahova szoktunk. Újpesten megyünk a Gugu-hamiba, ahogy szoktam mondani. Ezt kaptok egy gyros... Nem emlékszem, mikor mondták ki hangosan. Gugu-hami. Hát az egyetemet, te Gugu-hami. Imádtam. Jó, gyerekek, úgyhogy lehet menetnap, de mi ezt ma megpróbáljuk jóra megcsinálni, és aztán egy jó kis kulturális előadásra megyünk, úgyhogy... Ó, addig várom. Megpróbáljuk belélegezni, beinhaláljuk a kultúrát. Így van. De akkor vagy este, te is tudsz jönni. Igen. Jól van. Nagyon fognak körülni nekem, csak a csak mondom, hogy nem akarok mellé dűlni a színházon, mert nagyon fogsz fuldokolni, és mindenki kérdő hátra fog nézni, és mindig majd mutatok, hogy ja, én úgy hallottam, hogy ölembe fogsz ülni. Egyébként sem ilyet vettünk direkt ezért. Ugye 8-an vagyunk, ugye 8-an vagyunk. Nem nézzél, annál nézzél. 9 helyet kértem, mert jön a nagyobbik gyermekem is, de hogy 9-en vagyunk, akkor jó, 9 helyet intéztem. Jó. Jól van, gyerekek. Hát akkor ma kulturális program, kulináris program. Komolyan mondom. Ha véletlenül a kulináris után lemaradnánk Eszterrel, akkor tud, hogy nem neked szól. Jó, akkor maradtunk még enni. Megfeküdtetek. Én összementem a tüdőgondozóba, te meg ki tudja, mit csinálsz. Igen. Norbi elküldte nekünk csak a Fidesz. Köszönjük szépen, Norbi, neked is nagyon jó reggelt. Legalább tudjuk. Belőle ez így kijött. 7 óra után, 46 óra után, 45 perc. Se egy jeló, se egy jó reggelt, semmi, senki. Én nem is láttam még ilyet, hogy a falon soha. Ezt teljesen meglepő. De hogy érezze a törődést, tehát abszolút. Ennyi. Norbi profilja is nagyon jó, profil képe. Jó reggel, csak mondom. Na. Eszter, imádlak. Tényleg, tiszta szívemből. Az az én teám. Mit kapsz? Gin tonic. Gin tonikos, ízesítette. Tóth Andrásnak köszönjétek. Tóth András, magyar Tóth András árulja ezeket a Camden Marketen, képzeljétek el. Camden, de jó. Ígyunk egy jót, Anna, nem csinálsz valami jót? Valamiket nem kóstoljuk meg. Jó. Innák valamit, egy jót. Chocolate Cloud. Nem, gin tonic. Gin tonic, oké. Okay. Hát nem szeretem az ilyen ízesített teákat, de most egyet kóstoljunk meg. Elmondanak neked, hogy szereted ezeket, és kussolsz. Na, szóval. Így van. Pofádat befogod, megiszod, csöndbe vagy, ingyen van ajándék. És közben örülsz. Kussolsz, örülsz, ingyen van ajándék. Pofádat befogod, örülsz a teának. Ez az úgynevezett pozitív, ilyen hiperpozitív pszichológia, de ezt így most találtam ki. De nekem állam ez működik, sőt ez működik igazán. Ez egy nagyon radikális módszert. Jó, és ne felejtsük el a csokoládékat sem felütni azért, nem? Wow, tehát, is van. Egy pici kis Toblerone azért lecsúszik a kis számocskámmal. Igen, ez egy ilyen BBC méretű Toblerone, mind a kettő, szóval készítsétek az állkapcsolatot. Jöhet. Igen, Norbinak speciálban, ára jön a tiza, puszilia. Köszönjük szépen, elindult a privát politikai üzengetés. Gyerekek, ne menjünk át ebbe, csak úgy viccből beolvastuk. Jól van? Oké, csak így a korrektség kedvére akkor a másik oldalt is. Csikara hasam, fosok hajnali kettő óta, köszönjük szépen. Megint elkaptunk egy üzenetet, úgy érzem. Mert mindenki elküld. Mi is lehallgatjuk. Mindenki elküld ma nekünk mindent, igen. A Karmelitába mentek 700 forintért luxus fullos menüre. Oda nem engednek be mennünket. Nem, egy nagyon jó helyre megyünk, gyerekek, komolyan mondom. Most még azt nem tudhatod, vagy voltál, leteszteltem? Nem teszteltem le, de jókat olvastam róla értékelésekben. Helyes. Hát nem tudjuk, hogy ez oké, de... Meg nem... a nevedre foglaltam, úgyhogy csak kitesznek magukért. Ja, azt jól teszed, azt mindig mondd be. Jó, mert kinek Rákóczi Ferenc, aki Sebestyén Balázs nevére szeret, és minden egy osztály. És Ráskó Eszter is érkezik majd, csak mondjuk. Nem, székeket lehet tenni. Igen, hogy a műanyag székek nem biztos, hogy jók lesznek, hogy tudja, mire gondolok. Igen, ilyen a munkáspárt. Köszönjük szépen. Itt van a játékosunk, halló, jó reggel. Hát jó reggel, sziasztok, Balázsék. Hello. Feri, mi újság, Feri, honnan hívtál minket? Jaj, de jó veletek beszélni, már nagyon régóta. Hát tervezgetem, hogy felhívlak titeket, tehát most végre sikerült, és nagyon örülök, hogy sikerült veletek beszélni. Reméljük, mi is örülni fogunk a beszélgetés végén. Jaj, igen. Honnan hívtál minket, Feri? Hát Londonból. Na ne. Ott felejtettelek téged Londonban? Bocsánat. Igen. Angliából inkább így fogalmazok, mert csak azt akartam, hogy én is voltam, ott voltam, igen, láttalak ezt így. És nagyon bánom. Voltál az előadásom? Vagy nem. A felépésen? Na, jó volt? Igen, voltam, a feleségemmel voltam, és hát bepisiltünk majdnem. Na, de ez hogy jön most ide? Ez egy inkontinencia előadás volt. Igen, ez nem tartozik ránk, de még ugye elmondtad. Jó, bocsánat. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Kicsit azért feszélyezve éreztem magam a hatalmas keresztel a hátam mögött, de amúgy... Hát igen,
Igen, mi is úgy éreztük, hogy gyónni megyünk szinte, amikor ott sorba álltunk, meg ugye esett az eső is az nap este, ott kint álltunk egy kicsit, előtte nem engedtek be, szóval ott áztunk, de nem volt gond, mert bejutottunk, és utána már minden szép volt, jó volt. Te se késtél túl sokat, hál' Istennek. Én nem késtem semennyit, nullát késtem. Egészen pontosan. Persze. Hát a hátsó miért? Feri nem ezt akarja sugallni, hogy hallom. Nem, a kezdés az mindig késő van, mint a kiírás. Ez úgynevezett színházi kezdés. Igen, egy 5-10 percet mi is ráhagyunk mindig. Nem rám várnak ilyenkor az emberek, mert én készen mentem, tehát én ott voltam időben, hanem arra, hogy amíg beüljenek az emberek, mert hogyha közben elkezdek bejönni az emberek, az nagyon rossz, és akkor nézzük, hogy hány százalékos az érkezés. Igen, meg felhelyeztek Eszternek két Erzsébet méretű köptető kúpot, és ez amíg felszívódik végbélen keresztül, azért egy kis idő. 45-50 perc. Most nem akartam úgy kiállni, nem szívódott fel, aztán ki tudja, mi történt. Örmény volt a doki, tört angolossággal, megkérdezted ezzel, hogy kúp jó lesz, és mondtad ezzel, hogy igen, és ezt ennek fel kellett oldódni. It's a coup. It's a coup. Let me Google-on it. Úgyhogy ez volt a késés oka igazából. Hát de nem, nem volt semmi gond. Nem, hát megkeverik, beülnek, hátsó sor is leül, megérkezik, lerakja a kabátját, kikapcsolja a telefonját, ráhangolódik egy kicsit, 6:00-kor ott még fészkelődés van, megérkezés. Részesen mondom, utána már annyira beszippantott minket a műsor, meg hát, amit megtudtunk az egész családjáról, az egy élmény volt. Jó, hagyjuk itt ezt a beszélgetést, Feri, hát nem azért, hogy spoilerezett vele a rádióba, hát komolyan. Ki fog ezután jegyet venni, ha megtelmezzük. Hogy lesz ez. Kit választottál Feri a játékra? Esztet. Na hát ez után, visszakezdve az egyjárát, gyorsan. Bár Balázs veled is lenne, ugye, mert nekem is van egy kis kriptó, de hát inkább az Esztet. Mit van? Hát a fő, ugye a bitcoin, az a lényeg, ami most hál' Istennek most száguldozik. Meg hát egy-két altcoin, ilyen Cardano, meg Solana, szóval ezek. De ezek nem ilyen merevedési gyógyszerek? Na, hát annak is ifatnánk. Hát amikor dübörög, akkor hidd el, hogy nagyobb a kukijuk. Akkor aztán... Hát azért máskor meg mindenki nagyon csöndben van, meg mindenki... Bizony, akkor nem látom a posztokat, hogy mik a piac, mikor szívtok. De akkor meg mások nagyon nagy hanggal vannak, szóval a ellentábor. Na jó, van. Senkinek se könnyű ezért, tehát 100 000 bitcoin nem egy könnyű létezés. Na jó, induljunk akkor, ne egymásnak este, kész vagy? Induljunk, persze. Aha. Ez ajándék? Van ajándék, vagy csak úgy játszunk? Van valami eko nyereményünk, nagyon jól meghallgatjuk a végén. Mehetünk? Ferenc? Na, akkor 3-2-1 és tessék. Szervusz, Ferenc. Miről szeretnél beszélgetni? Hát nem tudom, mondjuk, hogy... Meg is vagyunk szívem. Ezt komolyan mondom, egy magömlésem tart ennyi, vagy mennem semmi konyat. Egy magömlésem tart ennyi. Az korai videt mondj. Erre még azt sem lehet, hogy korai. Hanem fölírtam ide magam elé, hogy de hogy meg ilyeneket mondjak, meg persze, meg... Ez sosem működik fel. Én is azt hittem, hogy ez működik, de az a baj, hogyha már tudatosan gondolkozol, akkor már el van rontva. Igen, meg elhagyta a papírt, és így nehéz volt. Feri, mi történt? Hát ez nagyon hamar jött. Nem tudom, biztos izgultam is, meg hát most a feleségem engem is jól le fog cseszni, mert ő is hallgat titeket, és mindig mondjuk, hogy hát mindenki. Kapni fogsz. Tudod, de amit mindenki mond, hogy így könnyen beszélnek, így, de itt a műsorban azért más. Kapni fogsz az asszonytól, jól van. Igen. Megmutatjuk, mit nyertél, figyelme, hogy van egy plusz nyereményed. Gratulálunk! A nyereményed egy 30 000 forint értékű ajándékkártya az Ecofamily üzletlánc jóvoltából. Na, erre van szó. Ez a hozzáállás. Nagyon jó. Nagyon köszi, hogy eljöttél. Jó fejek vagytok, és nagyon jól éreztem magam Londonban, úgyhogy remélem, hogy még mehetek. Mi is jól éreztük, és reméljük, hogy még jössz. Megjöttök mások is, meg mindenki. Legközelebb valami exotikus a vírust viszek magammal, valami kézlábfájást, vagy vérhányást. De látom, itt ha hiszed, hanem itt tényleg itt mindenki meggyógyul, mert nekünk is elmúltak az ilyen légzési gondok, amik meg otthon általában voltak. Meg az anyagi gondok, minden elmúlt. Gondolom, a minden elmúlt. Az a pláne. Jól van, Feri, megyünk, jó? Puszilunk. Köszi, okay, játékot. Ciao, nagyon drága vagy. Köszi, ciao. Hello. Nem keveset beszél Ferenc. Nem, de a játékban viszont annál rövidebb volt. Igen, hosszú felvezetés, rövid szex, ez így hívják. Nagyon rákészült. Csak a hatásom alá került, jó? Ez mindig ilyen szokott lenni, hozzájuk el szokott. Befürdesz, bemosakodsz, szörtelenítesz, utána egy nagyon rövid szex. Nem? Ez nem olyan volt? Már önmagában a szörtelenítés szerintem tudod, az olyan, hogy az már egy előjáték, nem? Igen, kemény volt. Igen, 15 perc erre szár egy tiltott szó, nem hagyta elkezdődik a játék, és a második szóval nem, egyébként tényleg így van. Feri kicsit ilyen volt. Hosszú felvezetés, hosszú levezetés, nagyon rövid.
játék. Igen, Misi írja, szia Feri, menned kell. Gyors és szexi. Igen, gyors és szexi, szia Feri. De mikor mész Amsterdamba különben? Én kérlek szépen, majd be akartam írni nektek a közösre, de még messze van, tudjatok róla, hogy nem vagyok másfél hetet, mert hogy Amsterdamból hát szerintem nem biztos túlni. Fogok előkerülni. De rakjunk rád valamit legalább, amilyen ilyen, ne, ilyen, jó követő? Jó ne, követőt, vegyétek nem? Le azt is, ami rajtam van. Annyi, a fikvád alatt van, hogy kicsit fájnikó. Azt nem lehet. Légy, ne rám rakjatok, levegyetek gyerekek, levegyetek. Mit kaptam? A gin tonikos teát, a kis Eszter pua kacsójából Annától elkészítve. Eszter. Ennyi, dedicated tutorial. Azért ez nem egy, érted? Nem egy izé, nyanyás póló, ez igazi, igazi gin tonikos tea. Mi az, hogy nyanyás póló? Örüljenek, legalább van egy tiszta póló most már hosszú idő után. Jó, tehát ennyit marad. Ez nekem... a tea, ez az a tea, olyan illata van, megőrülsz. Nekem van a három ekitistat mellé, nézd, azt mondja. Azt a mindig, na, egy denevéres, egy Batmanes, meg egy... Nem tudom, hogy ki. Hoztam hozzá citromot, egyebeket, a Balázs azt tudom, hogy nem iszik hozzá semmit. És van ilyen teafűtart, ilyen teafűtároló is, én kis van. Hogyne lenne? Megőrülsz. Szerintem az nem teafűtároló volt eredetileg. Én nem tudom, ez mi, de az egy tamponfacsaró. Megőrülsz. Gyerekek, egy teaházat tudunk nyitni. Egyébként nagyon finom illata van, tényleg nagyon jó. Tényleg gintonik illata van. Tehát Camden Market-en lehet kapni, úgyhogy. Camden Market, de szeretem. Na, szóval mikor megyek Amsterdam? A februárba. Február megyek Amsterdam, igen, ott majd lesz egy hétfő, de úgy is beírom a közösbe. Egész február? Január még egyek, március elején jövök, és csak egyet fogok aludni Amsterdam. Egy szempillantás? Lesz majd ott egy hétfő, mert mindig ez vasárnap estére esik az előadás, és akkor hétfőn ott még kicsit ott kavírnyászok, úgyhogy szerintem ott majd lesz egy hétfő, de beírom, kiárom neked. Kézzel, olyan helyre megyek Amsterdam, megőrülsz, egy olyan klub van, baromi elitér, nagyon-nagyon tök jó az egész, de hogy ilyen italokat szolgálnak föl közben, és miközben tart az előadás, jön a pincér, és rendeled a fiát, és az egész ilyen bőrfoteles, ilyen piros asztalos, ilyen, nagyon tudom, jól néz ki. Tudom, hogy ilyen bulik vannak ott, akkor nem telépsz fel. Valószínűleg nagyon durva BDSM partik vannak, amikor nem én vagyok, de hogy meg láttam a fotókat, és egészen elképesztő, és akkor kérdezték, hogy zavarna engem, hogy közben pincérek járkánk, és italokat szoknak fel, dehogy is. És az egésznek van egy ilyen nagyon hangulatos kis sugárzás, ilyen 350-400 fő, tehát nem is nagy. Úgyhogy meg kell menni a jegyárakat. És de olyan hangulata van a helynek, hogy nagyon klassz. Ezt kiárom neked, szerintem ezt imádni fogod. Én szeretek a és hát nagyon jó magyar közösség van. Meg ilyen nagyon hangulatosak, kedvesek, aranyosak, úgyhogy megnézzük. Ez nagyon megosztó kérdés, különben, hogy szereti-e az előadó, hogy közben felszolgálnak, miközben fellép. Engem nem zavar, de nagyon sokakat nagyon kizökkent, mert az emberek azt nézik egy idő után, hogy mit csinál a pincér. Tehát arra rá kell kötni néha, hogy engedjék ezt így el, aztán megszokják, de amúgy szerintem Amsterdam ennél lazábbak az emberek, szóval szeg. Hát azt hiszem, hogy tekernek egy jót közbe, jön a pincér, mire vége van, mindenki nagyon begombázik, besütizik, beáll, és egy ilyen marihuana gőzös italos este ez lesz. Nagyon jó hangzik, nagyon tetszik, majd mondom, majd mutatom neked, szerintem mennyire. Sebessé Balázst a Nyíregyházi utcán fotózták le Amsterdamban, ahol középtermetű hölgyekkel ismerkedett. Nem tudjuk, hogy de Belgiumban találtak rá mesztelenül, Brűzs városában. Magát büntette éppen, és a sirályokat simogatott. Igen, össze-vissza beszélt, és sirályokat inzultált. Sirányában próbálta őket a hatás alá vonni. És várnak kedvesek, úgyhogy figyelj, mondom, te kiárod Londont, én kiárom Amsterdamot, adjuk egymásnak a helyeket. Én megyek utána tavasszal Németországban. Írták Münchent. Münchenben. Már most. Ilyen helyekre megyek. Igen. Egyszerre. Egy háromnapos ilyen péntek, szombat, vasárnap, igen, minden. Nemzetközi roadshow van itt, nemzetközi roadshow van. Mit csináltátok? Igen, ezt a Zürichet is úgy élveztem. Olyan helyesek voltak, olyan kedvesek, olyan aranyosak, olyan honvágyal, de közben valami olyan kíváncsisággal, nagyon jó energiájú emberek voltak. Nagyon klassz volt. Tök jó. Picit tényleg más. Magyarok ülnek ugyanúgy, de más gondolkodás, más hitrendszer, más energia. Nagyon, nagyon jó, nagyon élveztem. Abszolút összehasonlíthatatlan amúgy az egész is. Igen. Amúgy azt is érzem közben, hogy hiányoznak innen ezek az emberek. Tehát hogy innen, nekem nagyon hiányoznak. És őszintén. Egyre kevesebb marad itt ilyenből. Hát igen. Szomorú, hogy már annyi magyar ment ki, hogy előadásokat lehet tartani nekik. Igen. Hát gyerekek azért ezek ilyen 300-500-600 fős, Londonban él meg nem tudom 100 000 magyar, de elmondom, szomorú. Tényleg kemény. Én felléptem rajtam kívül, még fellépett még az Ergo, a Cosmix, nem tudom kik voltak, UFO meg ilyenek, és ott is voltak még 800-an. Tehát hogy mondjuk nálam voltak 400-an, ott van 800-an, tehát 1200 magyar aznap este együtt volt Londonban. Hát én még úgy mentem Zürichbe, hogy előttem a Brody zenélt, és utána jött az Azi. Azi koncert. Azi koncert volt, és a Brody zenélt előttünk, és a Brodyról átjöttek hozzám. Hát toporgott, fejezzem el, Balázs, nem hiszem, ezt nem mondom. Értjük, életközben, értjük. Személyigazolvány.
Na jövő mindjárt gyerekek, 2 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, akkor küldjétek, 2 kocsi ütközött Székesfehérváron, a 8-as út, 1-es kavicsnál, és Róka jól van, elkérdezitek. Nem írt még, megnézzük, reméljük, hogy vele is. Minden oké, jövő mindjárt. És akkor egy rövid szünet, folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék! Itt vagyunk, jó reggelt, 7 óra után 10 perccel, drága hallgatók. Belevágunk, ma mindenkinek kitartás lejtmenet nap van a Tongsu napsztár szerint, de nem baj, holnap kockázat, aztán sikernap, gyerekek, vonzás, tartnap, így zárjuk a november, de ma lejtmenet nap, úgyhogy ma lehet egy kicsit nyugosak leszek, nehezebb lesz, de kijövünk belőle egyébként. Jó, úgyhogy túl leszünk ezen is. És lejtmenet, ha eddig jól voltál, akkor most ezt engedd el, hogy lejtmenet nap van, és emiatt vagy szarul. Jó? Van. Ahogy, ne kezd el magadnak bevonzani. Igen, de van ez a típus, aki egyébként jól ébredt, most ezt meghallgatja, lejtmenet nap, itt a vége. Akkor elengedem. Engedjétek el, nem számít ez semmit. Vagy azt mondja, hogy nem hagyom, és átrendezi a hitrendszerét, és azt mondja, hogy nem. Már bármilyen nap van, nekem ma ez egy jó nap lesz, és így indul el. És akkor valószínűleg neki az egy. Ez a kevesebb, így van, neki ez egy jó nap lesz. Együtt jártam a gimnáziumban, ne nézed. Na, és a egyre jobban terjed a férfi intim plasztika. Mit csinálnak ott? Az mi az férfi? Az intim plasztika? Hát az hiszem, herevasalás. Igen. Azt tudja, hogy benne van. Magszépítés. Zacsi felemelés. Zacsi megemelés. Magszépítés. Maghőmérséklet. Kánkával. Nem csak ezt olvasunk közel az egyik kereskedelmi tévé reggeli műsorában, egyre jobban terjed a férfi intim plasztika. Én azt szeretném mondani, hogy a gimnáziumból nagyon sok ember került ki különböző pályákkal, és hát András az egyik. És mi lett? Plasztikai sebész. Ja, plasztikai sebész. Aha. És férfi plasztikai sebész? Hát ezek, nem tudtam, hogy stílust váltott. Van vagy más plasztikai sebész, akkor azt mondjuk kívül. Nem lehet. Minden tévében és rádióban ő ül egyébként öltönyben, makulátlanul, fiatalosan. Az én legjobb barátom is plasztikai sebész, Endre. Igen? Majd egyszer behozom nektek egy céges bulira, aztán szabja az arcotokat. Mondja meg, hogy mit lehet csinálni. Ó, mindent tud csinálni, nagyon ügyes. Na, kezdődik. Ne vigyél kísértésbe. Én ennek egyelőre próbálok ellenállni, de már úgy érzem, nem sokáig. Szívesen fekszem kés alá, csak legyen jó, amit csinál. Ilyen szilikon tricepszeket fog neked ültetni. Az nem kell, az megvan. De tudod, ez van az én indokolatlan ilyen... Jó, igen, amikor ilyen folyadékot tolnak be, és akkor nagyon nagy lesz. Az arcomhoz nyúlhat meg az altestemhez, ezt mondd meg neki. Ami ugyanaz nálad. És ez a kettő között nagyon szoros összefüggés van. Jó, ezt engedélyezünk. Tükörkép. Kigyulladt egy kocsi motorja a 11. kerület Gazdagréti út elején, fél pályás útzár van, köszönjük szépen, és helyőkürt és mezőcsátot összeköző 7-es kavicsnál tetejére borult egy kocsi, teljes az útzár. Gyerekek, és megjött Róka is, M5-be vezető Gyáli út, Könyves Kálmán, Hungária sűrű a forgalom, de még jó járható itt van, megérkezett, úgyhogy... Róka úrral is teljes. Fixálódtatok egy kicsit a Róka úrral, nem érzik? Én szerettem ezeket, itt van Barnabás, Róka, Szunyogcsődör, itt vannak a mi kis hallgatóink, ránézel és azt gondolod, hogy ez is majd egy ilyen reggel lesz, hogy hát ők itt vannak. A Szunyogcsődör a kedvencem. Szala, Kazi, tudod, hát ezek a... Igen. Cunyogcsődör a kedvenced? Igen, és azt nem tudja senki elmondani, hogy miért, de Szala, ő tud nagybetűkkel írni, vagy mi ezért félkövérbetűvel írni a falra. Mert ő még a régi rendszerből maradt, tudod, ő kiemelt volt. Ja, értem, nagyon durva. Igen. Na, mi történt veled a reptéren? Mert mondtad, hogy mondani akarsz még valamit. Kriminológiai percek következnek. Wow. Most lehetne egy olyan 30-as évekből ilyen rádiójáték, tegyél alá zsűl valami nagyon creepy zenét. Creepy zene, meg repülőtér zaj. Jó? Éppen a Lutoni repülőtéren voltam, kedvelt barátom. Kicsit izgultunk. Luton. Mondjuk el azoknak, ez ugye fapados reptér, egy szar reptér, és tele van... Rohadt messze van Londontól. Tele van magyar humoristanőkkel. Tele van magyar humoristanőkkel, akik már külföldre mennek fellépni. Nem, ugye sok külföldi, nagyon vegyes és brutál nagy tömeg, csak így kell elképzelni. Ez egyik repülőtérre se igaz, ugye? Csak ez egy... Hagy mondjuk egy speciálisat Lutonról, repülőszárnak le is fel, és nagyon sokan vannak. Soha ilyet te még nem láttál, te ilyet még nem láttál. Turbános emberek, feketék, kínaiak, mindenki van ott, gyerekek. Figyelj, én eldöttem az agyamat, ezt megengedik maguknak, na mindegy. És az a lényeg, hogy Zoltán nem nagyon jó időérzékkel rendelkezik, ő szeret utolsó pillanatban érkezni a reptérekre, én pedig ráhagyatkoztam, úgyhogy is siettünk. Megérkeztünk, nagyon sok ember elkezdtek minket terelgetni, és ugye van az ellenőrzés, amikor fel kell raknod a csomagodat ezekbe a szürke tálcákba. Fúkszokat levenni, cipőt levenni. És utána pedig átküldenek ezen a röntgen gépen, ami szerintem egy mázsáló, de nem akarok kötekedni. És tudom, hogy mesztelenül néznek a másik oldalon, úgyhogy levet köztetnek.
ott állt, és mondtam, Weight Watchers? Weight Watchers? No, please no. De mindegy, a lényeg, hogy most ez egy olyan hely, én még nem láttam ilyet, hogy vannak ezek a görgők, amire ráteszed a tálcára. Tudom, igen, és így meggördíted. Igen, és az volt, hogy itt most három ilyen görgősor volt egymáshoz feszesen téve, tehát hogy így párhuzamosan, és te számok voltak rájuk merülegesen, és mondták, hogy hogyan számhoz állj be, és akkor odaállt, akkor előtted már ott volt másik két csomag, és akkor te kivettél úr egy tálcát, beraktad a cuccodat, és eltoltad egyet előre azt a sort, és akkor a másik oldalt állt az ellenőrző, aki meg tolta be ezeket a gépbe. Nem mindent értünk, de körülbelül. De hogy egy reptéri ellenőrzésen mentél át. Igen, és a lényeg az, hogy kivettem egy tálcát, beraktam a bőröndet, kivettem egy másikat, a kabátomat, és egy nylonzacskótomba egy kalap volt, rátettem, és a nő elkezdett velem ott hepciáskodni, hogy nyomjam le, nyomjam le. De mondom, ez egy kalap, tesó. Ezt nem tudom lenyomni, mert ha lenyomom, akkor sírni is fogok, meg te is fog sírni. Mindegy. És akkor mondtam neki, hogy please no touch, no touchy touchy, oké, okay, jó rendben. De attól fura volt, mert soha nem szólnak be, hogy hogy teszed bele. Nekem is nem volt még ilyen tapasztalatom. Átmentünk a gépen, vagy átmentünk az ellenőrzésen, vártam a saját tálcámat, megjött, és nem volt benne az órám. Hoppá! Nem volt benne az órám, és akkor nézek Zolira, akinek nem volt csomagja, csak egy hátizsák, és ő meg ugye ő rám figyelt végig, tehát hogy nézte, hogy nehogy ott hagyjak valamit, és akkor mondom, Zoli, figyelj, nincs benne az órám, és ugye ő is nézte, tehát tényleg nincs benne az órám, felszippantott a röntgengép, vagy mi történt. Tehát amit te raktad bele, és láttad még bemenni a gépbe, tehát hogy levetted az órát, bedobtad. Nem, én ott hagytam a tálcát azon a görgő soron, aha, és akkor mondták, hogy lépjek át a kapun, és ugye beállt mögé a következő ember, aki betolta a saját tálcájával az én tálcámat egyel előre. Van, egy és akkor betolja a kapun, így van. És akkor mondom, de nincs meg az órám, és akkor rögtön szóltunk a fickónak, aki meg ugye kiadja a csomagot, hogy mondom, nincs benne az órám a tálcába. Akkor jó, akkor gyorsan ő visszaszedte a tálcákat, amik ott voltak alatt, egyikbe se volt benne. Akkor mondta, hogy akkor menjünk a supervisorhoz, elmentünk, és akkor jött a supervisor, és kérdeztem, hogy de van ilyen, hogy eltűnik az órám 5 méteren? És mondta, hogy van. Van ilyen. Na de várjál, de hogy? Tehát az alkalmazott, vagy várjál, a... Várjál, itt még hát, mi nem tudtuk, hogy mire. Én azt hittem, hogy akkor mögöttem állt. Szerintem a Zoli. Zoli előttem volt, nem tudott. Vagy tudod, hát ezek jó, hogy ezek a debreceniek, ezek előtted mennek be az ajtón, azt utána megjönnek ki, szóval értem. De a lényeg, hogy és akkor mondták, hogy mondta, hogy a supervisor végig szaladt, a soron nem látott semmit, hogy mondta, hogy jó, végignézték tudod a görgő között, nincs ebbe eset, ez is már szűrrális, mert ez egy mély tálca, egy 15 centis perekben van. Persze. Igen, igen. És akkor mondták, hogy menjünk el a biztonsági őrökhöz, akik ott álltak, egy ilyen biztonsági kamera felvételeket kérjük el, és nézzük meg, hogy mi történt. És elmentünk oda, és ebben a pillanatban, hogy ott elkezdtünk beszélgetni, mondták, hogy nem tudják most visszanézni, akkor most jönnek, és akkor ott ellenőrzés, tö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 t
tudtunk, mert nem is tett ez semmi. Ő kivette a saját tálcájába az órámat, ez meg kié. De a tálcákat átnézték egy a tálcában. Megőrülsz, tudom, mi történt. Na? Hát valószínűleg az alkalmazott benne volt, megijedtek, hogy te azonnal szóltál és észrevetted, jött a supervisor, és még mielőtt balhé lesz, három tálcával a visszacsempészték. Visszadobták. Az alkalmazottak voltak. Igen, akkor. Az alkalmazottak voltak, és hogy ott álltunk, és már nagyon kevés volt az idő, tehát nem tudtunk bejelentést tenni, mert 15 perc múlva indult a gép, de ezt el tudod képzelni, hogy belerakod az órádat, és hogy ők arra játszottak valószínűleg, hogy én majd ezt nem veszem észre, mert feszült vagyok a repülésben. Persze, nem veszed észre, rohansz, kiveszed a izért, mész tovább, és de kötekedett, igen. Hogy teszem be a cuccomat, mert erre kellett figyeljek, hogy ne itt tegyed úgy, tegyed. Jó, de profit, akkor ez fel van készítve, tehát ő látja, hogy te leveszed az órád, már jelel azért, hogy ezt akkor így tedd, úgy tedd, már leadja a jelet, meg ugye fölidegesít téged. Igen. És igen. Ezáltal te már a kalapra fogsz figyelni, hogy összenyomták a kalapot. Tehát eltereli a figyelmet, kőprofik. Egy dolog nem számítottak, hogy az órámmal nézem a pulzusomat, és akkor már nagyon ideges voltam. Igen, és tudják, hogy ideges vagyok, megtámadom valakit, és ha megtámadom ezeket a kis büdös angolokat. De ezt el tudjátok kézdeni? Simán. Itt óriási nagy nyomásat meg, és ez egy ilyen belső kis... Simán, hát ugye ezzel foglalkoztunk egy vagy két éve, amikor nem is tudom, pénzt vettek ki valamelyik kabátból egy fekete pasinak, hogy nem is tudom, vagy mindegy. És az egyik, hogy jelelnek egymásnak, megvan határozva a jelrendszer, hogy benyúl, és hogy a készpénzre mentek meg a pénztárcákra, és ott ugye az volt, hogy benne volt a pénztárcát, kivette a pénztárcát, kivette belőle a pénzt, visszatette, és mindezt úgy, hogy még a kamera se lássa. Hát és aztán valahogy lebuktak, és kiderült, hogy hónapok óta fosztogatják az utazókat, úgyhogy pénzt vesznek ki a pénztárcákból. És hát ez ugyanaz. Végképp később veszed észre. Igen, mert az óra, az órát észreveszed. Ugye, hogy úristen, hol az órám, de a pénztárca, itt a pénztárca, rendben van. Mennyire megyek, rohadékok. És azt akkor láttam a srácnak az arcán, akkor mondta a Zoli, hogy jó, hanyas ez a sor, csak mert megyünk a CCTV-s biztonság, hogy mi a sorszáma a sornak, ahol ellenőriznek, és a fickó, hatos. És valószínűleg ez. És ahogy oda mentünk, és a fickó felállt a biztonság, mert igazolta, hogy most jön oda, abban a pillanatban egy nő, mondom, hogy feltartott az órámat a tálcájából. A
másik meg az, hogyha ő úgy kapta a tálcát, hogy benne van az órám, abban nem teszed be a cuccodat, mert látod, hogy van benne. De nem kerülhet szó, be a tálca hattal arrébb, hátrébb, hát hol? Nem. Hát te betoltad, és a tiédet betolták, abba volt az óra. Hát plusz a csávó végignézte az összes tálcát. Visszanézte a tálcákat, akkor... meg ugye hát alapból, hogyha kijön neked egy tálca, amit kiveszelt alulról magadnak, és van benne egy tárgy, akkor te ezt továbbadod, nem? Ne, és hát akkor nem, hogy szólsz, hogy itt egy óra. Ne, meg hattal hátrébb miért kerülne? Tehát azt ő a röntgen után vette ki a saját cucca mellől az én órámat. Valahogy kivette, és amikor te rájöttél és balhézni kezdtél, megijedtek, igen, mert nyilván kamera, meg vannak tolvé, azért kirúgják őket, és valahogy gyorsan visszacsempészték hátrébb. Így van, így van. Gondolom, hogy ilyen nagy maflának tűntem, meg ott látták rajtam, hogy ott azért hülyeskedünk az Olival, meg ott rögcséltünk, és akkor azt érezték, hogy ez jó lesz. Ez kemény, gyerekek. Hát de ezek a reptéri fosztogatások, hát azért ez nem egy magyar sajátosság. Hát ezzel mi is sokat foglalkoztunk, ugye csomagok által, most már szerintem azért Feri egyen talán visszaszorították, vagy megoldották, vagy testkamera van most már a pakolókon, tehát jobb a helyzet. De hát azért ez évekig ment itt is, évtizedekig tudták, hogy mi történik. Csomagokat nyitottak ki. De milyen profik? Elképesztő, nagyon nem? Durva. Teljesen láthatatlanul veszik ki az órát, és teszik vissza neked hat kosárral arrébb. De egészen. Mondjuk kell hozzá bátorság egy olyan helyen, ahol mindenben van kamerázva. Szerintem tudna. Hát gondolod, te még elmész a kapun, néz. Elnézel a kosaradról, mikor mész a kapun a kapuval, vagy elfoglalva. De maga a kivevés, érted? Azt látja a kamera, hogy ő ott turkál, kiveszi az órát. Mert ő hozzá könnyűjön a tálcát, mert ő az a betolja a tálcát. Tehát, hogy ahogy tehát, betolta, ott vette ki. Ahogy igen, betolta, ott vette igen, ki. Ott, és ez úgy tudom, hogy hol volt az óra. Tehát hogy úgy tettem, hogy a bőröndön mellé oldalra, tehát akkor neki csak egy mozdulat volt az egész. A másik meg szerintem az, hogy nagyon körülményes visszanéznek a kamerafelvételeket, és tudják, hogy te mész a gépet, tehát lehet, hogy ezt már tehát nincs következmény. Meg 10-ből 5 nem veszi észre, tudod, rohan, siess, stresszes vagy, az övedet föl kell venned, a cipődet vissza kell venned, a telefonodat keresed leginkább, hogy az legyen meg, mert azért az pénztárcát nézel, de a pénztárcába se nézed meg, hogy mennyi pénz van. Mert na, csak, azt nem, azt csak, így csak gyors, föl akarsz, túl akarsz lenni, megy a gépel, tehát ott mindenki ilyen stresszes állapotban igen. van, nem? Igen. Igen, ez nagyon, nagyon kemény egyébként. Magyarok voltak? Nem. Angolok voltak, effektív angolok voltak. Aha. Igen, csak gondolod, csak naponta megtart 2 órát. Csak naponta kivesz 100-200-300 eurót. Hát, micsoda csábítás ez is, mert nem buksz le, egyre muhóbb vagy, egyre durvábban csinálod, hát az egészen elképes. Milyen maffia működhet, igen. nem? Mi a leadó, ki veszi el, hogy osztoznak azon, hol boltolják el, kinek adják el az órát, mennyit osztanak vissza egymásnak, nagyon komoly, kompakt is rendszer ez. Hát mondjuk ezt emberére a 10 fontos műanyag órát azért. Figyelj, ez egy Apple Watch, tehát most ez nem egy nagy érték, nekem nagy érték, hát, mert nyilván mert azért ki kell fizetni meg egyáltalán, de hogy nem egy Breitling óra, vagy nem tudom. A másik pedig inkább az, hogy én nem állítottam be ezt, hogy be tudjam csipogtatni az órámat a telefonomról, de azért az izgalmas lett volna, hogyha be tudom, tudod, hogy... Hogy megszólal. Vagy így a farzsabébe, tudod, szóval azért az egy másik szitu lett volna. És vissza is dobták azonnal, elképesztő. Hát igen. Elképesztő profi. Itt van Enikő, aki reptéreken dolgozik. Hello Enikő, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello, milyen repteren dolgozol? Én itt dolgozom a budapesti reptéren. Na, megerősíteni akarod, cáfolni, kiegészíteni. Vagy visszaadsz valamit, amivel másik zsebemben visszaadni, gyónni. Én igazából most ébredtem kb. 10 percet, és csak így hirtelen bekapcsolódtam a beszélgetésetekbe. És hát ez úgy szokott kinézni, hogy mi azért szólunk ugye az első kosaras pozícióban, hogy úgy pakoljátok a cuccotokat, hogy ne a tetejére kerüljön a telefon, óra, pénztárca, stb., hogy az ólomfüggöny, amin keresztül átmegy a tálca, nehogy lehúzza. És hogyha ez mégis megtörténik és lehúzza, akkor a monitoros az nem tud figyelni, hogy na most melyik tálcából esett ki, és van, hogy csak feláll és visszadobja valamelyikbe, aztán majd megtalálják. Mert hát ugye annyi ember megy keresztül, hogy nem tudunk mindenkire egyesével odafigyelni, és általában szokott is sikerülni, hogy megtalálja a gazdája. Uh-huh. Pont fordítva kértek meg. Itt az volt, hogy azt kérték tőlem, hogy a kabátomat tegyem felülre. Mert szerintük nem. Tehát, uh-huh. tehát az Eszel órája az benne volt, nem csúszott le a világítós kapuval. Igen. Nem, ő benne aha. volt, és rátetették a kabátot meg a kalapot. Tehát ők erre igen. készültek, nyilván kinézték az órát, látta, hogy beteszed, és onnantól kezdve elkezdte előkészíteni, hogy be tudja nyúlni egy adott pillanatban, tehát kitakarja a kalap meg a kabát. Hát... Ez érdekes. Igazából van, hogy a kabát is kiesik, és az húz magával mindent együtt. Szóval én tényleg csak a mi uh-huh. nevünkbe tudok beszélni, és higgyétek el, hogy nem szorulunk arra, hogy órákat dobdossunk. Persze, hát igen, de hogy azért ez nem rólatok van szó. Tehát, hogy de tök, hogy az angolokról van szó. Van. De pont ezt akartam kérdezni, ti a seftelt álljavacsokat hol adjátok el utána? Milyen piac? Mi a felvő piac?
Na jó, de hát azért a magyar repterekről is most már nyilván nem, de hallottunk csodákat, ott azért a csomagkibontások, igen, meg a... pont így egy másik hallgató, hogy... Hát, az már nem a mi területünk. Így van, az már nem az, nem, igen. Igen. Írj egy másik hallgató, hogy itt a budapesti reptéren is a reptéri lopással kapcsolatban van egy csoport, amiben ő benne van. Nyilván nem véletlenül. Persze, de hogy ez, mi nagyon sokat foglalkoztunk vele, és testkamera van már rajtuk, lehet, hogy felszámolták, azért sok balhé volt a Feri egy reptéren is ebből, de lehet, hogy ez megoldódott. És te mit csinálsz? Te akkor te ott dolgozol ezen az ellenőrző kapurendszeren? Így van, így van. Oké, de tételezve, hogy mondjuk ők voltak, hogy csinálhatják szerinted? Ti tudjátok pontosan, hogy mire lát rá a kamera, hol van a kamera, hol vannak azok a holterek, ahol esetleg nem lát, ha rosszat akarnátok csinálni, nem? Hát igazából ezeket jobban csak a supervisorok tudják, hogy hol vannak ezek a kamerák elhelyezve, mi csak sejtjük. Ja, értem, tehát hogy nektek nem is mondják meg? Nem. Csak van egy fejed fölött egy forgókamera, amiből gondolod, hogy az a kamera. Hát, hogy csak az lehet az. Igen. Magyarországon nem volt erre panasz, vagy nincs semmilyen eset bent az ellenőrzésnél? Tehát, hogy ott nem jellemző ez, hogy valami így tűnik el? Hát, amióta én ott dolgozom, nem volt még ilyenre példa. Na, és akkor hogy lehet, hogy 6 kosárral később került vissza az óra? Na hát ez mondjuk érdekes, igen. Ugye, hogy azért ez így egy érdekes kérdés, hogy... Úgyhogy sokkal mögöttem volt a nő, tehát hogy nem volt lehetőség. Ugye. Meg azt értem, hogy ha ő egy olyan tálcát kapott volna, amiben van egy óra, amúgy ez egy fémszíjas óra, tehát alapból ugye, ha bárhol leteszed így, tehát nehéz, tehát nem tudod így csak így felkapni, akkor nyilván észrevettem, hogy ez nem egy üres tálca, nem? Tehát, hogy... Hát igen. Szóval, hogy ez biztos, hogy ők szerintem valószínűleg arra játszottak, hogy ezt nem veszem észre, vagy hogy én magamba fogom keresni a hibát, rossz helyre tettem, vagy ilyesmi. Kőprofik egyébként. Hát lehet, igen, hogy az angolok másképp gondolkoznak. Hát igen, szerintem nem nemzetfüggő, ez emberfüggő inkább. Szerintem minden reptére lehet ilyen, aki megpróbál okoskodni, lopni valamit, lebukik, kirúgják, de hogy ez nem is feltétlen nemzetfüggő szerintem. Nem, szerintem ez egy karakter, és hogy az sem biztos, hogy ez egy összejáték volt az egésznek, mert a supervisor az rögtön érezte, hogy komoly helyzet, tehát hogy ő is nyilván kíváncsi volt. A másik meg szerintem pontosan arra játszanak, hogy biztos nagyon sok a balfékeskedés ilyenkor pakoláskor. Persze. És hogy akkor így igen, hogy akkor ebből nyilván így lehet majd így profitálni, de ez lehet, hogy ez csak egy ember, aki így intézi az életét. Csoportba csinálják szerintem. Többen vannak, igen. Enikő, viszont ha látsz minket a reptéren, azért egy ilyen fast pass, ha tudsz nekünk is segíteni, mi azért mindig nagyon hálásak vagyunk. Nála mindig van egy ilyen lépcső. Megyünk hamarosan. Az a baj, hogy mindig hajnalban utaztok, akárhányszor hallom. Na, nem, most képzeld el, hogy nem. Megyünk együtt majd valóban, majd erről mesélünk egy kicsit később, és ott délután megy a repülő. Tehát ha látsz 8 embert majd nagyon részegen tántorogni, hangoskodni és váltatlanul viselkedni, itt megérkeztünk. Légy szíves, nyisd nekünk egy újságot. Jelben, majd intézem. Köszi, Enikő, csáó. Szívesen. Hello. Sokat nem mondod, de cuki hangja volt. Igen, aranyos volt. Kellemes hang hétfőn nekünk bőven elég. Hát de védte a Mundér becsületét. Elmondta, de ez milyen jó, hogy így igen, hogy itt nincs ilyen, hogy ők így gondolkodnak. Igen. Hát szerintem amúgy ez olyan, hogy senkiért nem tudsz kiállni, mert nyilvánvalóan amikor kollégáid vannak, tehát a kollégáidat annyira ismered, amennyit akarnak belőled, hogy akarnak, hogy ismerj belőlük, szóval én nem tudok ilyet mondani, hogy vannak helyek, ahol nincsen persze, rossz, ez nem így van. Nem így működik. Szerintem a leges legparább nyilván a lopáson kívül ez egy kicsit más csinál, amikor elvisznek tudod, és lehúzzák a hátizsákodat, hogy van-e rajta robbanószer, vagy valami. Mindig. Azt mondják, hogy nem kábítószert keres, azt mondja, hogy robbanószert keresnek, mert hogy a kezeden maradnak maradványok, amikor te összerakod a bombát, és az a táskád hozzá, hogy hozzáérsz minden, az a vegyület az átmegy a táskába, és hogy ezeket, amikor leszed így, meggurigázza, berakja a kis anyagot egy gépbe, akkor robbanószer és azoknak az összetevőit, vegyi anyagokat keresnek állítólag, de lehet, hogy a kábítószer is benne van. De tudod, hogy nagyon ártatlan vagy, ott mindig izzadsz, nem? Ja, elviszik is így maltat, és berak, és várod, hogy meglegyen az eredmény. Ott már látod magad elvinni. Tehát az azt vége. Nem utazom sehova. Igen. Amikor megérkeztünk, akkor éppen kiürítették a Gatwick repteret, mert hogy találtak egy gyanús csomagot, plusz ugye volt még egy másik gyanús csomaga az Amerikai Nagykövetség előtt. Egész este néztük a CBS-t, és nagyon durva volt, hogy ott hogy beszélnek ezekről a terror dolgokról. Ilyen nagyon szabad szájak, nagyon üdítő volt az egész. Hazafelé pedig egy szélviharban próbáltunk túlélni, úgyhogy azt kell mondanom, hogy nem volt. Azt gondolom, hogy azért ez nem egy sima. Nem volt esemény. Nem egy sima utazás. Na jó van, de megoldódott. Lebuktak a kis rohadékok, így keresse. Megmutattad nekik? Jó, megmutattam nekik. Na jó, mindjárt. 7:30 pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után. Balázsék a Rádió Egyen! Gyerekek, egy hét és december, ezt realizáljátok? Ezt így érzitek? Élitek ezt? Hogy mi van most? 3-1-8 lesz pontosan 2 perc van. Egy hét és ráfordulunk az év utolsó hónapjára.
És megint itt van a vége. A hétvégén már advent, indul a velencei adventi buli. Gyerekek, kezdünk, nagyon jó lesz, mi már készülünk. Óriási nagy sütivásár lesz nálunk a hétvégén. Csinálunk leveseket, akik arra jönnek, azokat megkínáljuk. Nem, nagyon-nagyon pörög az élet. Nagyon várom. Gyertek ti is. Gyerekek, ez elképesztő. Megint eltelt, megint vége van. Kicsit levezetünk, kicsit még ünnepelünk, kicsit még disznót vágunk, de hogy vége az évnek. Tehát most ültünk ott Eszterrel egy húsleves fölött, amit csak ő evett. Egy éve ülünk itt most már, érted? Tehát hogy megy az idő? Az a kezdődött, hogy Balázs úgy hívott fel pénteken, hogy szia, Sebestyén Balázs vagyok. Én kinyomtam. Még egyszer leteszed a telefon, megtalálok, és kicsi a rakásba agyonugrálok, úgyhogy nem mert még egyszer kinyomni. Balázs egy klasszikus randi eszközt vettem ugye gémbe, amikor felkérte erre azért. Azt mondta, hát, hogy azért hívlak, hogy akkor leülhetnénk beszélni erről, és mondom, Balázs eltelt egy hét. Igen, nem akartak azonnal hívni, hogy nagy azt érezt, hogy alkupozícióban vagy. Mondom, másnap nem csörgünk rá, érted? Hát áratem el. Hát várunk egy hetet, és amikor már azt mondja, jó, nem kellettem, nem, biztos, hogy jó voltam, akkor megcsörgetjük. De mekkora ez? Ki van ez talán? Egy szakma, nem egy szakkör, érted? Legalább 4 másodpercig tartotta az arcát, tudod, hogy a profizmus, és utána pedig egy rettenetes kellemetlen, tudod, két olyan ember, akik soha, szóval alapból nem találkoztunk nagyon, nem találkoztunk, de hogy az étteremben, ami üres volt ketten, az egész ilyen Matrix szituáció volt. No, hát nem lesz ez kellemetlen, nem. De tudtam, hogy eszik egy húsleves, akkor nagyobb eséllyel tudom rávenni arra, hogy... Igen, az ingyen étel. Egy jó forró húsleves, mondtam, tegyetek bele minden sár, mint tudjátok, ez most a nagy húsleves. És ott megette addig, azt megvártam, és akkor utána megkérdeztem. És láttam, hogy egy kis imút megnyugodott, érted? Megpárnázottak az idegei, és akkor... Így van. De hogy ment el, érted? Tehát ez mit tudom, január-februárt írunk, és most megint az van, hogy fordulunk rá, és december gyerekek is vége az évnek. Úgyhogy szeretném december 31-én egy nagyon meleg óceánba belógatni a lábamat. Ilyen terveim vannak, ez egy sűrű év volt, ezeket most ki kell pihenni. December 31-én már? Ez meg fog történni? Felfoghatatlan. Szilvesztert kilövöd? Nem tudom még, de lehet. Bár a barátaimnak ígértem egy közös szilvesztert, de ezt mindig nagyon könnyen áthúzom. Vidd el őket. Ha magamról van szó, akkor... Vidd el őket a meleg helyre. Nem tudom, nagyon. Jöhetnek a BKK-ba hozzá, átveszem barátaidat. De csak a gurulósat küldjön meg a kigyúrtakat. A gurulós és a kigyúrt. Jó, jönnek a kigyúrtak, meg a gurulósok. Milyen időnk lesz, Ferenc, november utolsó hetében? Egész jó, alakulgat, kicsit melegszik az idő, kevesebb köd, több napsütés. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Szatmári épületgépészeti és fürdőszoba áruházak. Az otthon felújítás szakértője. Húsleves nem volt, de valami komolyra, ezen el kellett volna gondolkodnod. Hozzátenném, ez reggel 9 óra volt. A hely zárva volt. Jó a leve. A helyet kiittattuk csak azért, hogy be tudjunk oda ülni. Tehát konkrétan. Egyébként tényleg az volt, hogy délben nyitottak, és mi már ott ültünk 11:30-kor, úgyhogy. Igen. Igen. Na gyerekek, hallottátok, hogy medve van? Hajdú, hajdúságban? Medve? Hát az hogyan? A hajdúságban. Hát se hegyük nincsen szegény hajdúságnak. Elkobázod? Hegyük van, hanem medvéjük van. Hát de az nem... A medvének nincs szükségem hegyre. Szokott lenni. Hát de miért nem? Lehet, hogy ilyen ízületi problémái vannak. Ja, hogy fáj neki, ha fölfele kell menni. Meg akar kaptatni. Ez egy alföldi medve. Igen, meg Lilafüreden is láttak medvét. Túrázgatszott, kimész a kastélyból, érted, teszel egy kört, azt elragad egy, rád markol egy medve. Ja, te akkor azért már mondta Ákos a medve híreket, hogy kell menekülni a medve elől. Sehogy. Onnan sehogy. Azt mondta, hogy csendesen halkan hátráljunk. Hagyjuk pont meg. Nem. Mit tud ő a medvékről? Szerintem meg nem. Egzisztenciális krízisbe kell hozni a medvéket. Ilyeneket kell neki mondani, mit keresel te itt medve? Nem vagy te közénk való. Igen, húzzál innen. Nem, a medve a menekülésre ingerelődik föl. Ő azt szereti. Igen? Pont felé kell elindulni, azt húsz mondják. Húsz, is húsz is. Oda néz, hogy futak is. Kimész ott egy rizibizi után jól lakva, lilafüredi kastélyszállóból, azt a kertbe elragad egy medve, azért az nem egy olyan jó ellenszer. De mi zajlik a fejében a medvének, akkor lát egy menekülő embert? Én szerintem nem jön oda. Okos, jóra van. Nagyon okos. Nem, szerintem nem ez az, hogy látja, hogy futsz, és akkor érzed, hogy azért fut, mert van valami vesztenivalója. Üldözni nagyon szeret. Mi lehet a zsebébe? Mi van nála? Mi ez a csemege, igen.
Na gyerekek, Hungárián Vajda Péter utcánál villamos kocsi találkozott egy sáv lezárva a Népliget felé, áll az egész környék, Miki drága vagy, hogy köszönjük szépen. Pénteken pedig egy jó hír, elindult a járas sheriff rendszer Miskolcon, hát ezt szeretnénk ennek utána jelni, hogy mit jelent, ahol a városi buszokon és villamosokon erre a célra alkalmazott rendészek vigyáznak majd a biztonságra, a tömegközlekedési eszközök rendjére, tisztaságára. Hogy kell ezt elképzelni, gyerekek? Járat sheriff rendszer indul Miskolcon. Ekkora baj, nem nagyon kellett elképzelni, mert én már csak a videót láttam, amikor éppen felszentelték őket. Járat sheriff szentelés. Igen, ezek az ilyen átlagosan ilyen 190 és 220 centi között lévő emberek, hatalmas, tehát félemkeltő öltözékekben, kicsit ilyen elégedett mosoly az arcukon. Sheriff csillag van. Sheriff csillag a kalappal, pisztolytáskával, így kell őket elképzelni? Inkább úgy kéne rózsapatronos fegyverrel? Mint azokat a biztonsági őröket, akiknek nagyon vanília volt az életük eddig, és vágytak valami durvára. Kimegy el egy ilyenre, egy Miskolc helyőpapi járatra biztosítani, nem? Tehát ott... Mutasd meg neki ezeket a kandúrokat, mert... Kik ezek a kandúrok, akik elmennek járatserifnek? Azt a mindenség, neki alapfelvetés. De te kell még lejjebb, még a barátságosak. Azt a mindenét. Tehát itt nem akarsz pénztárcát lopni, meg órát lopni Miskolcon. Meg nem akarsz jegy nélkül utazni, nem akarsz jegy nélkül utazni. Arra is fizet. De ne a barátságosokat mutassátok, hanem azokat, akik ott vannak jobbra, igen, lent, ott a jobb oldali lenti képet. Igen. Gyerekek, az, hogy mindenki kopasz. Tehát innen indul, senki nincsen sheriff csillag. És akkor ők egy ilyen badge-el a nyakukba igazolják, hogy ők vigyáznak rád. Legyen szíves! Nem, ez csak illet működik. Én ezt szeretem azokban az arcokban, hogy nagyon határozottan kommunikálnak, de közben próbálnak udvariasak lenni, de a határozottságtól az udvariasság inaktiválódik. És akkor felszólító mondatok, és kedvesnek számítok. Igen, hova? Na, meg! De most ez egy jó dolog, hogy van ilyen, vagy ez már egy nagyon szomorú dolog, hogy már ilyen kell? Tehát hát melyik oldalról nézzük? Mind a kettő jó megvilágítás, tehát jó dolog, hogy van, hogyha betartják a szabályokat, de ugyanakkor meg tényleg szomorú, hogy szükség van rá, mert az azt jelenti, hogy mi utasok vagyunk bunkók, mi nem utazunk egy nélkül, mi hangoskodunk. De mi történik Miskolcon? Tehát rabolnak, hogy hangoskodnak? Ez egy hosszú sztori lesz. Vagy nem hallom. Miskolcon? Mi történik Miskolc helyőpapi járaton? Késelkednek? Vagy miért kell oda minden járatra a járat, sheriff? Én éltem először Miskolcra, amikor felszálltam a villamosra, én ott láttam először szipus embert, nem sokáig szipuzott, mert rögtön leverték, és elvették az asztalját. Kemény gyerekkor volt, azért érted, nem az én csak vendéglátásban vagy, vendégségben voltam ott, mondom, Miskolc azért az egy kemény hely. Tehát, hogy ott azért vannak arcok. Jó, hogy köszön a járat, sheriff? Azt mondja, jó reggelt, fáradjon föl. Vagy hogy egy hallgató írja, hello. Mit mond a járatcsirif? Ülő áll, vagy valahol ül az első osztályon, vagy első osztályon ül elől az első sorban? A BKV-s legtapasztaltabb a kollega. Igen. Nincsenek osztályok. Nincsenek nagyon osztályok. Mert ugye régen volt a légimarsal, aki ment a repülőn. De őt nem tudtad, hogy ő az. Nem tudtad, hogy ő az. Mert ő civilben ült. Igen. Ugye? Tehát ők nem civilben vannak, van szép egyenkabátjuk, tehát a járat, sheriff, az látható, tudod, hogy igen. Ott van. És szerintem már önmaga az a fenyegetettség, hogy van egy járat sheriffed, az visszafogja majd a lopást, az, hogy szemetelünk, az, hogy nem veszünk jegyet. Meglátod a járat sheriffet, azt olyan tündér kis mackó lesz, hogy öröm lesz. Ha pedig... Hello, sheriff bácsi. Ha pedig áruhába vannak. Sheriff bácsi. Hoztam magam a nunchakut, de nem fogom elővenni. Leülhetek ide. Szép húzzacsim is van, de ezt sem használom. Hogy tudod kiugrasztani a bokorból, ha civilben van? Fölülöltesz hátul a búzon, megbicskázlak. Megbicskázlak. És abban a pillanatban feláll a járat sheriffet. Jó, csak vicceltem, viszont lebuktattuk magad. Tehát hogy lehet ezt elérni? De akkor ők nem civilben lesznek, hanem akkor ők hivatalos, ilyen uniformisban járat sheriffek a buszon. Járat sheriff kabátjuk van. Aha. Járat kísérő, az van ráírva. Járat kísérő. Egyébként gyerekek, ez jó. Szomorú, hogy jó. Kell, de jó, hogy erre van anyagi forrás, ezt ki tudják termelni, ki tudják őket fizetni, vagy ez önkéntes munkában vagy járat sheriff? Nem biztos, hogy fizetés. Helyőpapi nyugdíjasokat a hónod alatt szorítva önkéntesen veregetett szájba, nincs esetleg éves bérletük? Abba biztos, hogy na, hova,
helyzet, vagy akkor ez ugyanakkor jó is, hogy megtörténik. Egyszerre szomorú, egyszerre jó. Hát nem? Okozat, ugye? Tehát, hogy szomorú helyzetet ezzel próbálunk megoldani. Aha. És akkor minden járatnak a busz mellett van egy külön serifel. Ezért ez menő. Nőként szerintem ez nagyon jó hír. Mármint, hogy szerintem sokkal biztonságosabb. Megnyugtatom? Abszolút, persze, hogy ott ül valaki, és ő majd akkor ő eltöri a nyakát annak, akire rámutatok. Öt. Női serif? Nincs? Nem láttam. Csak férfi, igen. Férfi serif. Miskolciként csak annyit idéznék, ez nem vagy nyugat, ez kelet. Hát de vad. Óriási. Igen. De ez egyébként kifejezetten jó. Azt mondják, hogy tavasz-nyári szezon a polgármester a járat pandúr kifejezést akarja. Ez egy javaslat az újságírótól. A járat pandúr kifejezés használatát. Hát abban az országban, ahol vármegye van, hát ott nem lehet serif. Egy nagy P betűket van a hátukra. Pandúr. Parkoló? Pandúr. Egyébként a polgi azt mondja, hogy elengedetlen a tiszta, kiszámítható és megbízható közösségi közlekedés. Hello, hát nem csillan föl a szemed. Járat pandúr. JP. Hát ki lesz a szponzor? A Mercedes. Autó úr. Hát JP autó úr. Mercedes-ekkel fognak menni a járatok mellett, és külön csúnyán néznek át az ablakon. Igen, hogy átszállok, haver. Igen. Miskolci buszvezető vagyok. Van néhány járat, ahol szükség lenne rájuk a rendfenntartás miatt. Jó lenne, ha visszatartó erejük lenne, nem gondolnánk, amit szeretnénk, az megvalósul. Tehát aki írja egy buszvezető, hogy akkor valóban szükség van rá, gyerekek, hogy járat pandúrok legyenek. Hát igen. Sajnos. Igen, Miskolcon annyira kemény formák vannak, hogy üzembe állították a legjobb robotkart a gyárban. Másnap már később fenyegette a kollégáit, hogy cigit kutyál. Egyébként szerintem tényleg van ebben van megnyugtató, hogy fölszállsz, ott ül, oda tudsz hozzá menni, tudod, hogy biztonságban vagy, tudod, hogy nem fognak vegzálni, nem veszik el a telefonodat, nem? Tehát valahol egyébként ez itt a kultúrá dolog. Most nézd meg, hogy néz ki a Miskolci buszjárat. Tehát, hogy ez tényleg egy vicc, hogy gyakorlatilag oda van minden szétszórva, a szotya, hát Makuka. Hogy szeretheti ennyire ember? Ugye? Mindenki, nézd meg, mindenki szotyolázik, hogy ekkora büdös bunkók vagyunk, érted? Hogy legyen, igenis legyen járatsofőr, szomorú jelket ide jutni, de akkor majd ő rendet tesz, ha odafigyel, és nem verik meg szegét. Mostantól lenyelik a szotyola héját. De nézd meg. De egyébként tényleg durva. Egy vicc. És akkor utána ugatunk, hogy koszos a busz. Hát persze, hogy koszos, mert állampolgártársaink szétdobálták a Makukát. Na de szotyolára van pénz, buszjegyre nincs. Nincs. Hogy van ez? Oh, igen. Igen, Miskolci buszvezető vagyok, most már nem fogom tudni a saját zsebemre eltenni egy járat, írja valaki. Na jó, oké, gyerekek, hát akkor ez kemény. Ez nagyon kemény. És de nekik lesz. Van egyébként intézkedési jogkörük? Hát ez egy jó kérdés, hogy ő mit tud csinálni. Igen. Hogy ott utazik, de gondolom, hát valamivel fel kell, hogy ruházd. Tehát de az, hogy ő nem az, hogy igazoltasod, de rendőrt hívjon, beleszóljon egy veszekedésbe, megvédje mondjuk a nőket vagy a gyerekeket, tehát ebből a szempontból ez mindenképpen üdvözítő. Hát ha csak ott ül és melegedik, az nem annyira szerencsés, de nem gondolnám. Tehát ő ilyenkor intézkedett. Most ebészületen vagyok. És mi ketten összebunyózunk, hát akkor nyilván odállhat szétszetet. Én ezt nagyon szeretem. Ha valami van, akkor meg utána hív egy rendőr. Jó, de csak akkor, ha érted, verekszünk. Hát értem, verekedhettek, de nem fogtuk megkapni. De amúgy, van tartásom. Nekem van tartásom. Én már félretettem magam a járat serifeknek. De amúgy engem az érdekel, hogy mire lehetne még serifet rakni. Mert szerintem nem szabad itt megállni ezen a ponton, hanem most akkor mindenhol mindenek legyen serife. Például nálunk van egy nagyon-nagyon népszerű, nem itt Pesten, egy nagyon népszerű szelektív kuka. Szerintem annak is lehetne egy serifje, mert ahogy kitolják, gyakorlatilag olyan, mintha egy börtönbe vinnél be egy szűzlányt, azonnal rátámadnak nagyon sokan, és próbálják. Megy bele. Nem, szedik ki bele a cuccokat, tudod, hogy mi az, amiben van még egy 50 forint, meg mi az, amiben nincsen 50 forint, nem? Tehát, jó, és szedik szét a kukákat. Kitolják, és már ott vicsorognak. Ez most egy általános ilyen jelenség, hogy mindenhol, ahol ugye benne van a műanyag doboz, vagy az üveg, ami visszaváltható, azokat most mindenhol szétkapják. Múlt héten volt nálunk lomtalanítás, és kiütünk néhány dolgot, többek között találtunk két üveg pálinkát, amire nem emlékeztünk, hogy kitől kaptuk, és nem iszunk így pálinkát, úgyhogy kiraktuk a lomtalanításra, és nem túlzok nektek. Országos rekordot döntött az eltűnése. Le se ért az üveg. Még nem tetted le. Péter letette így a táskában, ott volt benne két üveg, és amikor elléptünk tőle, már fogták, és már nyúltak el, és vitték, és mentek el vele. Ennyi volt. Szeretik az ilyet. Figyelj, nem túlzok nektek, nem volt 17 másodperc. És megisztatod, nem tudja kifőzni, nem tudja, mi van benne, és simán. Persze. Hát hisz a jó indulatban, hogy te jót tettél ki. Hogy jót tettél ki. Na, igen. Ervin írt egyébként, hogy ugye a járatserif után jöhet a vonat ispán.
A vonatra se lenne hülyeség. Hogy Budapest-Szeged vonalon szálltak föl gyerekekkel, és hát egy társaság fölszállt, és olyan ordibálás volt, olyan szavakkal egy percen belül, hogy így azt nézte, hogy hova meneküljön a gyerekekkel. Tehát vonatics, pánt, minden járatra. De azért ez milyen kemény, hogy, hogy oda is kellene, nem? Ja. Ez valahol olyan szomorú egyébként. Na mindegy, hát, de ez egy jó kezdeményezés. Magyarországon azok vagy ispánok, vagy pedig olyanok, akik ellen ispánok kellenek. Igen, igen. Na jó, van, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, gyorsan még egy közlekedés hír, ez egészen friss, most jött. Hungária Vajda Péter utcánál villamos kocsi találkozott, Népliget felé áll az egész környék, minden megbénulva. Miki küldte nekünk, úgyhogy vigyázzatok, azt próbáljátok elkerülni. Jó, itt vagyunk mindjárt, 3 perc van 8 óra rögtön. Jövünk a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék! Vagyunk 8 óra után, 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Na, hello. Hello. Na, mi van? Na, mi van? Hello, drága hallgatók. Jobban vagy? Igen, kicsit elpillettem. Javulsz, látod? Hát, jó volt ide bejönni, na. Ezt kellett volna már múlt héten is, nem kamúzni otthon. Gyógyítunk téged. Jó, Feri, majd átküldöm a járat serifemet, aztán majd elgondolkozol rá, te miket beszélhetsz nekem. Kisméretűt? Nem. Van egy nagy is. Az análintruderes. Nagyon-nagyon. Meggyógyítunk, látod? Már nem is köhögsz, reggel még köhögtél, már jobban vagy. Ez az én elhoztam magammal a Mucuskaf nevű angol drogdílered szállítványát. Nagyon jó, nagyon jó. Igen. Mit fogunk csinálni most? Témázunk, beszélgetünk, megnézzük, hogy kivel mi van, ki hogy fordul rá. Decemberre, mikor van próbasüti evés, amit megsütök és megkóstoltatjátok velünk, hát egy csomó mindent ki kell itt találni. Ki ígérte a süteményt? Mikor esszük a kocsonyás fantaszeletet, vagy mit? Ki tehát, hogy itt van egy csomó minden projektünk. Na figyelj, de Feri. Na most már, ide figyelj, te. Hetek óta kedves vagyok veled, ne kelljen megbánnom a döntésemet, jó? Tényleg, mikor jön a sütünk, próbasütés? Nem tudom, akkor majd megyek ma a színházba, és akkor nem lesz holnap süti, vagy sütök süteményt, el lehet dönteni, melyiket szeretnétek? Ma színház, holnap süti. Így van. Mert ugye ma közös színházunk van. De nem, mert délután vacsorázni visszük. Ja jó, bár akkor hol tele vagyunk programmal. Ahol megyünk vacsorázni, ott van sütő? Na, nem, közben bekeverem, és jó, rendben van. Ti is észrevettétek, hogy egyre több időt vagyunk együtt már, mit tudom, 15 éve, eszre egy éve, hogy egyre több programunk van? Tehát nem az van, mint egy normális kapcsolatban, hogy az elején van sok program, aztán elkezd elhalni, és végül elhidegülnek a párok, hanem arról van szó, hogy... Fordult a dolog, itt 15 éve vagyunk lassan együtt, de most már minden hétre be van valami írva. Mondta, hogy érdemes szexelni egymással. Minden hétre be van valami írva. Egy új színezetet adott. Lassan ez jön, gyerekek. Mondjuk a 15 év alatt a nemi arányok ehhez nem voltak biztosítottak. Nagyon válogatós vagy, Feri, csak ezt értem. Nagyon csinos volt a János, szerintem nagyon... Van tartásom. Na, van tartásom. Néha ránéztem, de nem. Igen, egyrészt másrészt meg nagyon sportos is volt, hogy biztos jó lett volna. Nem tudom, miért kellett húzni a szádat mindenre. Gyerekek, volt idén már parázsoljárás, van színház, van vacsora. Van egy nagy túra. Mikor beszélünk majd a nagy túránkról? Egy szülőfelkészítőre még el kéne mennünk. Egy szülőfelkészítés. Gyerekek, egy közös hangtálazás, jóga, minden van, gyerekek. Komolyan mondom, hát ez egy, nagyon kérlek, ez egy jó csapat lett a végére. Szektaszerű csapat lett a végére. Árulj el valamit, hogy te mi elől menekülsz. Mert mi eddig is akartuk ezeket, de valahol ez eltört. A végére megkedveltelek benneteket. Tök szimpatikus srácok vagytok. Sajnálom ezt a 15 évet, hogy nem bandászunk együtt, mert egészen elviselhető arcok vagytok egyébként. Nem tudom, most már valahogy így 15 év után ez így elkezdett feltűnni. Mióta láttad, hogy Zsülnek van lába, tud elmenni helyekre, meg ilyesmi, ott egészen kinyílt egy új dimenzió. Öregedtek, Balázs, öregedtek azért, igen. Kopnak a barátok ennek. Nem görögnek már úgy, mint régen. Ne, lassan egyik eldől balra, másik eldől jobbra, így muszáj most már együtt bandázni. De nem, tényleg, hát ha csak a mai programunkat megnézzük, hát már elmegyünk közösen vacsorázni. Aztán van egy színház, aztán van egy közös vacsoránk, amit majd kaptunk ilyen ajándékkupont, csak együtt vele akarunk menni kaszinozni. Aztán van egy nagyobb túra, ahová el akarunk együtt menni, gyerekek. Hát na, itt azon, mi történik itt? Én azon csodálkozom a legjobban. Na, mert az, ugye, hát mert az azért 4 nap. Tehát itt azt mondod, hogy oké, ma este 4-9-ig együtt vagyunk, az tök jó belefér. Igen. De hogy arra mindenki rábólintott, érted, hogy az... Hát nem mindenki. Hát nem volt egyszerű azért a schedule-ötöket összerakni. Igen, sajnos én nem is tudok menni, ugye? Mert igen. Nekem az nem jó az időpont, de én nagyon fogom élvezni azt, hogy ti jól érzitek magatokat, és közben én megalszom.
Igen. Te meg ezért nem tudsz jönni, mert amúgy jókat az. Mindegy el nem kellett, hogy nézem a sustorító partján, ahogy csapkodnak a hadsága farkukkal, és alszom este meg reggel is. A verzió, B verzió, pedig utazok veletek, nagyon sokat utazunk, keveset alszunk, és nagyobb halak csapkodnak nagy a farkakkal. Az egy nagyobb, nagyon erőltetett menet lesz, de ha minden igaz, akkor két hét múlva ellátogatunk Norvégiába. Az stábilag csapatépítő Norvégiában. Minek jutna eszébe Norvégiába menni egyébként? Nem mész. Jó, Zsül, te beteg vagy. Norvég csapatépítőre indul a stáb, gyerekek. Négy napot fogunk együtt eltölteni, repülünk Oszlóba. Oszlóból Srötjen-Frötjenbe. Oszlóból megyünk Stromsöbe, az egy kicsi városka, és onnan megalszunk egy éjszakát, és hajnalban jön értünk egy busz, és négy órát fogunk buszozni a norvég napfelkeltében. Nem, hogy nem lesz napfelkelte, mert a nap az 10-kor kell föl, vaksötét éjszakában fogunk menni. És, és egy órakor lemegy a nap, tehát hogy három órát van világos, hogy olyan helyre megyünk, de abban a három órában kihajózunk egy kis hajócskával, ha minden igaz, és összejön a program, amit szervezünk itt nagy erővel, és mit mondasz, Gyula? Mit fogunk látni? Orkákat. Orkák. Orkákat fogunk nézni. Csapkodni fognak a farkukkal. Csapkodni fognak a farkukkal az orkák. Ez a csapatépítünk. El lehet menni itt Hajdunánásra, el lehet menni itt Hajdúböszörményre, lehet itt aztán mindenféle berúgós csapatépítőket szervezni, de ez nem az lesz. Ez egy rendhagyó csapatépítő lesz, úgyhogy nagyon jó lesz. Visztek magatokkal olyan dolgokat, amiket szeretnek az orkák? Nem, olyat viszünk, amiért mi szeretünk. Ital. Én nálam mindig lesz zócsemege. Bedobálom neki. Feri visz egy kis házi kenyér kolbászt. És megyünk egy nagy gumicsónakba, és elvileg elvisznek minket egy olyan öbölbe, hát aztán ez lehet, hogy görög fakultatív program, tudod, ahol beduinok lesznek a beduin sátorban. Elvileg elvisznek minket egy olyan helyre, ahol ezek a nagy karcárjú delfinek ott az áramlatban eszik, büfészgetnek, mert nagyon beúsznak januárig egy norvég öbölbe, és ott vannak. Kiugranak a gumicsónakba, érted, az orkák, ott és elbeszélgetnek. Feri azonnal beabálja őket. Azt tuti. Ha lehet ott orkát kapni, én megeszem. Most lehet, hogy bennünket egy kicsit megszivattak, mert Zsül mutatta meg, hogy gyakorlatban nincs napsütés. Tehát, hogy nulla. A december ott van alul, látod, itt egy ilyen kis infografika van, hogy melyik hónapban mennyi órán keresztül van fönn a nap. Tehát azt mondja, hogy novemberben Norvégiából megyünk, hogy 1:30-kor jön föl a nap, és 1:30-kor már sötét van. Igen. A december azt mondja, hogy 0-0-0-0. Tehát, hogy effektíve sötét van. Nem látod a napot. Ehhez egy kicsit drága volt ez a program, el kell, hogy mondjam. Szóval, hogy értem én, de hogy amit most látok, ehhez képest azért drága volt. Augusztusban 3-4-kor jön föl a nap, és 21:43-kor megy le. Júniusban is 0-0. Tehát júniusban viszont nincsen sötét Norvégiában. De van sarki fény ott már ilyenkor? Van, de elvileg van sarki fény. Annyira. Tehát mi zseblámpát mindenki tegyen be a csomagba. Tehát a december az 0-0, tehát hogy akkor nincs napfény. Sötétbe fogunk botorkálni. Nincs szükségetek. Én addig itt egy szolárimban fogok feküdni, amit ti odakint lesz. De amúgy szerintem... Rájátok, nagyon tudnak vedelni, meg bujálkodni, úgyhogy ezt írja valaki, úgyhogy Norvégiába készüljetek. Gyerekek, hogy négy napig inni kell. Nagyon fogjanak felé. Nem lesz semmi, jövök én onnan vissza. Viszont azt már most mondom, és vissza is hívhatjuk azt a lányt, akivel beszéltünk reggel, hogy töltsék föl a repülőtéri ízés shopot. Jó, mert jó. Nagyon drága az ital Norvégiában. Laci, nekünk be kell vásárolnunk. Jaj, ne legyetek már ilyen igazi, ilyen kicsit ilyen... Miért fizeted az italunkat? Ilyen rossz, beidegződéses, régi kommunista emberek. Majd nézz rá az árulatra. Akik hátizsákba visznek egy liter vodkát, mert drága az ital Norvégiában. Nem egy litert. Hát, mit oké, okay. Az orkának egyet, nem? Tételezzük föl, hogy mondjuk 2 liter vodka kin mondjuk darabja 15 000 forint. Itt 3. És akkor kicipelitek 50 kilós máhászatgyorban. Nem cipeljük, hát a repülőgép kiviszi. Hallod, ezek hol élnek? Viszont a szendvicset is, mert a étel is drága, Laci valami már. Ez már nem a Jorgos Travellel a görögországi Atini buszút. Meg lehet. A krinolinos zsemlét fogjátok szopogatni majd. Ha valaki előcsomagol egy fasírozott zsemlét, azt nagyon fogom utálni. Lesz nálunk le, meg italok. Azokat megveszünk. Vigyétek snecit amúgy még szerintem. Már majd azt be kellett tetni majd a ceteket. Orkáknak. Orkákat. De nagyon, engem az érdekel, hogy ezt direkt sötétbe szervezik, tehát nem az van, hogy azért kell most menetek, mert most annyira sötét van, hogy 3-4 ilyen felfújt ruhás, ilyen ember, majd eljátszál tegnap. Ott az orka fúj! Hossza! És akkor kezdve pedig... Igen. De nézd már, fújja a vizet. Megvolt az átutalás. Átutalás megvolt? Jó, oké. Wow!
Basza! Mennyi volt? Semmi, 16 ezer dollár volt egy fél óra hajó. Fújjál, és két berúgott norvég alász, nagyon mozgatja az úszonyát majd. Tényleg full sötétbe megyünk? Igen. Elnézést. Juli! Ki szervezte ezt a szart? Nem jön föl a nap konkrétan. Ott csak inni tudunk meg bujálkodni. Akkor de hogy mi a sötét tengeren? Tehát sötét a tengeren. Az meg ott van. Oda nézel, az nincs ott semmi. És adnak ki a hangokat, kutyogtatják a vizet, érted? És fejenként 13 ezer dollárért nézünk a semmibe. Annyira szeretem. Csodálatos. Túravezetőnk oldalt belógatja a kezét. Olyan túravezetőkkel, akinek már nincsen fél lába. Annának már be van állítva a hőmérséklet. Nekem minden be van állítva. Azt írja, hogy nincs nappali fény. Nincsen, mert fél tízkor. Ugyanezt mondja. Mi az, hogy nincs nappali fény? Nincsen nappali fény. Hogy fogunk oda nézni, hogy ott úszik? Másfél órán át van fönn a nap. Én tegnap néztem. Egy óra. Hát 45 perc. Mire kiérünk, akkor már 45 perc. Négy nap ilyen depresszióba. Full szomorúan, nem látunk semmit. Utazunk 36 órát, tudod? De tényleg egy norvég halászot csapkodja a vizet. Te jó érzékkel maradsz ki ebből. Nem, szerintem nem. És akkor még nem mondtuk el, hogy az a kis falu, ahonnan indul ez az egész, ott semmi nincs, de effektíve semmi. Viszek társasjátékot fogunk, majd társasjátékot. De vajon Sebestyén Balázsra felkészültek-e már, hogy majd Sebestyén Balázs ott áll azért szétfogyott norvég tájon, és rododendron! Micsoda, én a vízbe akarok merülni, a nullafokos vízbe be akarok menni. Tehát, hogy a Wim Hof extra. Wim Hof extrázi akarok. Szóval kimegyünk sötétbe, kimegyünk hidegbe, drága a pia, akkor legalább arra a hajóra kéreckedjünk fel, ahol a norvégok átmennek a svédekhez és vissza a norvégokhoz. Van ilyen járat, tudod, fölszállnak, nagyon berúgnak, egy napot mennek, megint berúgnak, visszajönnek. Igen, vannak ezek a norvég járatok. Vissza négy napból, hogy semmire nem emlékszünk. Jó. Nekem lehetünk. Ez nagyon tetszik, szerintem ez tökéletes időzítés, karácsony 10 napa, és ez szuper. Csak mondom, hogy reggel 7:30-kor Tomszrőbe, ahova megyünk, olyan sötét van, gyerekek, hogy az orrodig nem látsz. És nincs sarki fény. Na, nézzük el utána ennek a programnak, bocsánat, ez elkezdett gyanús lenni. Azt mondják, hogy nagyon kell sietnünk, hogy legyen még repülőjegy. Mire? Erre az üres járatra? Az Oszló Tromsző járatra, ahol négyen fogunk ülni, vagy 8-an a stából, és tök üres lesz egyébként. Hans, végre megy a járat. Ez csak jönnek emberek. Jönnek Magyarországról. Ezek nem normálisak, jöttek orkákat nézni. December 14-ét. Óriási. Jó, de ha nem lesz orka, akkor van olyan rifán, valami legyen. Beöltözik négy norvég, bemegy és úszik egyet, te nem probléma. Én ebben biztos vagyok, hogy hallod, már kutyognak, ütik a vizet, kutyognak, hát ott úsznak az orkák, oda néz, Feri, hogy úsztak az orkák? Egy ilyen záratos hangszóróba fogják lejátszani ezeket, ez a hangot. És kiderül, hogy valamilyen borzasztó fakultatív dologra megyünk, négy napot utazunk, tudod, és se orka, full sötét, se sarki fény, semmi, és meg egy felpöltött ilyen orka tetem, tudod, de úszik a szélére. Anna, még egy esőtérképet nézzél már, mert az lesz az igazi, a szakadó esőben vagyunk. Melyiket? Hóvihar, tesó, hóvihar lesz. Nem. Az időjárás -3 fok körül van. Az tehát, jó, az nem baj. Nem, -1, -3, az nem veszélyes. Teszem hozzá. Hótaposom? Igen. Nekem? Igen. Honnan tudod, lenne? Mibe fog hozzak jönni neked egyet, mert rendelte egyet, és rossz volt a méret neked. Jó, hozzá legyen. Na gyerekek, hát ezt jó programra indulunk. Jó, ez lesz irány Tromsző. Hova megy a csapatépítés? Irány Tromsző. Oda megyünk Tromszővel. Megnézzük most 10 órakor a webkemet. Ha akkor is sötét van, én lehet, hogy jelzem Julinak, hogy nem nyomunk egy sima hajdunánás 3 csillag. Julinak a Tesszalonikért fölértékelődik. Félpanzió, 3 csillag, gőzfürdő. Nem elég nekünk? Hajdúszoboszlón egy csillagosban. Nem jó nekünk egy hajdúszoboszló, valami. Nem, egy sima iszappakolás, egy laza masszázs. Minek kell nekünk itt állandóan újítani, de tényleg. Szerintem ez csodálatos lesz. Jó, de ha lesz orka. Igen. Ha lesz orka. Akkor ezt megpaskoljátok. Akkor bánni fogod, ha lesz orka. Én különben azon gondolkodom, hogy azon kívül, hogy az orka egy borzasztó nagy hal. Azon kívül milyen spirituális. Milyen spirituális. Hát az, hogy ott úszik melletted elvileg. Ugye úgy van a program. Nekem sem szoktál így örülni, amikor elviszik melletted. Nagy is úszni is. Én úgy van a program, hogy oda kihajózol, ilyen gumicsónakkal fölöltöztetek, ilyen száraz ruhát adnak. Ez már önmagában biztonságosan hangzik. Igen. Van plusz ugye a kikötő elhagyása után 1,5 kilométerre mindenki atomra rókázza magát, mert ez egy gumicsónak. Ez egy gumicsónak, mész, vagy beúsznak az öbölbe, vagy ki kell menned sötétbe, ki kell menned a nyílt vízre. Mész egy 30 percet gumicsónakkal, és azt mondják, hogy ott!
Ott csak, csak hol? Csak csapkodnak is ott. Nem láttad, hát már pont lett. Hát elment. Háj, de nem baj, megyünk utánuk, fél óráig követjük őket, megint mutogatnak, hogy ott, mint kiderült full sötétben, és aztán visszamegyünk a kikötőből, egy napig nem történt semmi, mert ez egy kikötőfalú. Szerintem ez egy jó program lesz. Én mondom, ne tegyek egyetlen beszámolóra leszek kíváncsi az összes közül, aki rész lesz, a Laciéra. Hát azért mehettünk volna Sárvárra is inkább. Nem vagy normális, Balázs. Nem vagy normális. Gyerekek, még át lehet rakni. Csak nem, mondom. Nem. Megvannak én a rendszerek. Full sötét van és nincs orka. Azért valaki egy kommentet olvasson el ettől az irodától. Ugyanennyi pénzből elmehetnénk tényleg a görög tengerpartra, ami még jó 25 font. Ebből 8-an nem a görög tengerpartra. Hallgatóim, írjátok meg, mit látok magatok előtt. Ki fog először hányni? Ki fog először sírni? Akkor mondom, most kiderült, hogy mennyi a pénz. Tájföldre tudom menni előre. Ebből két hét elmondom nektek, Koszamú 5 csillag 8-unknak. Csak mondom, csak jelzem, hogy ha nem lesz orka, én leszek a legideges. Azt a képet nézzük, hogy az orka éppen megtámadja a turistahajó, ami nem bolcsónak. Egyébként, ha megtámadni és beborulnánk, akkor legalább történik valami. Akkor ott vagy, ahol a nagy dolgok történik. De nézd történik. Már rá az orkára, még a szeme se áll, jó? Ferit jobbra elragadja egy orka, én mentem a vigit, pakolom vissza a csónakba. Juli ott azt mondja, valaki még csináljon meg, valaki még csináljon meg, kiabál a Juli. Az orka meg, megjöttem. Azzal a gumicsónakkal fogunk kimenni. Igen. Az a hát gumicsónak, Feri. Én rohadtul megvárlak benneteket a parton a kocsmában. Most már nincs visszaút. Sötétben. Jössz te is orkában, sötétbe, tromszőbe. Elmondanám, nézzek, hogy az orka alapból nincs a ruhában van, nézd meg. Az akkora hát, kamu orka, elmondom neked, az, hogy ott orka se volt soha, érted? Ugyanilyenek vannak a Balatonon, ki lehet bérelni őket 1500 per óráért. Két az Norvég. Meg ráugrik a hajóra alul. Mondom. Oda néz, ott, na, ott vagyunk mi a hajón, és ott ugrik. Megy, nézd csak, azt mondja, adjátok ide a bajszosat. Jó lesz, gyerekek, higgyetek nekem, jó lesz. Ott fognak körülöttünk úszni, és ott fog velük kommunikálni. Az ott van, át fog ugrani felettünk, mint Free Willy, úgy fog átugrani fölöttünk. Ránk sodorja, majd ránk permetezi a norvég tenger vizét, és átugrik, mint Free Willy. Na jó, én mondom, mi fog történni. Mondom, mi a garancia, hogy ott vannak egyébként? Semmi, az ég egy ott a világ. Ezért utazunk 16 órát? Persze, hát az orka az nem ő, ki van pányvázba, érdezett ott van. Ez nem egy orka sor, bemész a szívőrbe, érted Miami-ba. Hát ez konkrétan azt mondják, hogy ma nem jöttek. Valószínűleg nincs kedvük. De ugye 24 órát utaztunk, 4 órás várakozásra repülőn, 12 órás buszúttal halnak ezek a gyomorult halak. Jó, én mondom nektek, Júli fog először sírni. Nem, Júli nem fog sírni. De, Júli addigra már valahol egy norvég horgásszal alkutozik. Ugraor, uram. Arra szeretném kérni, hogy este megtenném, amíg utoljára. Meg akarok halni, de még előtte történjen valami. A Svensson menzonját vegye, csak előköszönöm. De na jó. Na, én mondom, Laci nem fog bemenni a végig, tehát el fog utazni a dejég, és nem fog felülni a gumicsónakra, azt mondja, ne szórnak. Túl nagy hullámok lesznek, hideg lesz, és nem megyünk ki, ezt mondod? Igen. Kettő-három bátor kimegy, én kimegyek, az biztos, bármi van. Nem látunk orkát, látunk orkát. Igen, mire fogadsz? Én arra fogadok, hogy Ferinek ellopják a cigijét a reptéren. Hát én nagyon ideges lesz. Nekem mindenütt van egy cigim. Mi lesz akkor, ha nem lehet Norvégiában cigizni? Az orkáknak mondjuk aszmájuk van. Hát de az orkánál nem cigizelna, de előtte. Nem, mi Lacival kimaradunk a parton a kocsmába, jó. Ti kimentek, és ott az öbölbe jönnek föl a kocsma előtt nekünk az orkák. Sírva fogunk ilyen norvég iglukba üldögélni, felfele bámuljuk a sarkifényt, és könnyesebb bőgjük magunkat, olyan szép lesz, higgyetek el. Ferinek, bőgjük magunkat. Ahogy bámulunk kifelé, és ott lesz a fejük fölött a sarkifény. Higgyetek, egy gyönyörű. Szerintem nagyon éhesek lesztek, és nagyon fázni fogtok három napig. Hazajöttek, és utána az lesz, nem fogtok én már szemébe sem nézni. Tudom, hogy igen, de meséltek a norvég kalandról. Ne, hagyjuk, nem érjük. Ellopták a kézipodjász, lerobbant a busz. A meleg vizeletemet ittad, mert úgy fáztál. Igen, lerobban a busz, hogy nem, hogy norvég halat nem látunk. Állítólag ott van a sarkifény, gyerekek. Hát ha azt most nem kezdtek el ebbe hinni, nem fog megjelenni a sarkifény. Nincs ezeket a kedves ázsiai embereket. Ez az utazási irodának a... Ez a kép. Hát oda tették a sarkifény. De nem, az embereket tették és oda. És nézd, ott kinéz egy orka a vízből. Persze, sarkifény is mondja. Ez hülyének, ne nézzél bennünket. Egy orka kinéz a vízből, és fölötte sarkifény van. Egy helyi nyugdíjas a képet. Fúdok, ilyet nem fogsz látni. Csak mondom, hogy az utazási irodát... Ezt a honlapot intéztétek. Fél, nézd már rá, ez egy AI. Úgy hirdeti az utat, hogy egy orka kiugrik a vízből, és mögötte megy le a nap. Szerinted? Egy olyan orka, ami amúgy teljes mértékben ilyen nagyon durán ellenmegy a body positivity-nek, mert néznek, hogy milyen slank, és hozzátenném, hogy szerintem ez nem egy egészséges önkép. Jó? Ilyen orkákat közvetíteni. Hát kövér, nekünk kövér orka egy kövér, rendes kövér orkát mutassatok. Jó, ilyen. Gyerekek, hát megnézzük. Meglátjuk, hogy meglátjuk. Ez amúgy szerintem egy delfinbe feszte. Szégyeld magad, hogy nem tartasz velünk. Te érzel valamit? Milyen rossz érzésem van?
És csak tekerjél vissza, Zsűl, légy szíves. Nézd meg, így fog még visszább, még azaz, így fogunk szánalmasan ülni a földön. Egy akkumulátor felett. Egy akkumulátorral száraz szendvicset bajszolva, mint ő. Borzasztó negatívak vagytok, borzasztó negatívak vagytok. Hinni kell abban, hogy lesz hal és lesz fény. Minden lesz, higgyetek el. Abszolút. Mire feltétlenül leraktátok, írja valaki. Hát hal az lesz, nyilván csak a orka emlős. Tehát, hogy az nem lesz, érted? Heringeket fogunk csak látni. Na gyerekek, szerintem, ha már ilyen mondjad. Szerintem az van, hogy nektek jó lesz, mert ki van fizetve. Te tényleg te elméred azt a pénzt, ami rá esne? Én már átutaltattam magamnak a rámesőrészt, és elköltöm olyan jobb helyen. Csak, jó lesz. Csak hogy megjön a kedvetek egyébként, hírek után hívjuk Felső-Tárkány polgármesterét, aki megtalált egy életért küzdő 4 napja a bükkben bolyongó turistát. Őt ügyétek az én helyemet, szerintem őt el kell vinni ezt a helyet, ő már kiállta nekünk a hadakútját. Pontosan 4 napig bolyongott a bükkben, és megtalálta a polgi, aki futni ment a feleségével, gyerekek. Úgyhogy a hírek után felhívjuk Felső-Tárkány polgármesterét, Attilát, hogy meséljen nekünk, hogy van az, mit csinál egy turista a bükkben, de rendben van, 4 napig bolyongott. 4 napig bolyongott, help me kiabálásokat hallott meg a polgi, amikor bement az erdőbe futni, és találta meg egyébként a turistát. Azt hittem, hogy áttévedt külföldre, azért nem magyarul kérte segítséget? Nem, külföldi turista volt. Mit keresett a bükkbe egy külföldi? Hát ezt mondom, hogy egy külföldi. Hát hogy, gyerekek? Ezt mondom, hogy egy külföldi turista volt, akit megtalált a polgi, aki help felirat 4 napon keresztül bolyongott a bükkbe. Ezt tudjátok, hogy 150 méterre volt a turista központtól? Hát lehet, hogy ott onnan indult el, és odáig jutott. Nem tudta, hogy hol kell megkeresni, és ott lehet, hogy a hátul, tehát a turistaház mögött, tudod, 150 ott volt. Méter. Ott volt. Komplet. Na, mindjárt meghallgatjuk a történetet, hívjuk a polgit. Jövünk mindjárt 8:30, pontosan itt vagyunk a hírek után. Hú, de izgalmas ez a téma! 3:09 lesz, pontosan 5 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Napokig egyedül bolyongott az életért küzdve egy argentin túrázó a bükkbe, gyerekek. Argentin? Gondolkozom, mi meddig bírnánk. Felső-Tárkány polgármestere találta meg futás közben a feleségével. De ez szürreális az egész történet, ugye? Hogy napokig bent az erdőben a bükkben. De csoda, hogy életben maradt azért. Hány napig bírnád az erdőben úgy, hogy nem nagyon ismered a környéket, nem tudod, mi elhető, mi íható. Vizet találsz-e, élelmet találsz-e, 3 vagy 4 napig volt bent az erdőben, de aztán, hogy az Eszter mondja, ugye itt a hírek előtt 150 méterre a faháztól, ez teljesen irányos. Ez így teljesen irányos. Még lehetett hallani, hogy cigiznek hátul a faházon. Nagyon megijedt, leült, nem mozdult sehova. És a polgit találta meg, rögtön beszélünk vele, de hogy nagyjából meddig bírnánk, hogy néz ez ki az erdőben 3-4 napig? Mondjuk az italt megoldod, mert most van hó. Az ital most az könnyen megy, olvasztasz magadnak vizet. Igen. Akkor azzal azért el vagy 3 napig. Azzal el vagy. Kérdés, hogy milyen felszerelésben volt. Kérdés, hogy milyen melegről, azért 3 nap alatt jócskán ki is tudsz ülni. Azért éjszaka fönt a bükkbe, az már nem biztos, hogy annyira barátságos, nem? Vizes mindened, nem tudsz lefekülni, mire fekszel le. Hát gondolom nem 3 napra készült, tehát nem volt nála sátor, meg derékaj. Az ég egyet világos, egy könnyed túrára készült, igen. Tudnád tüzet rakni egy öngyújtóval? Meg tudod csinálni. Hát persze, nem? Van, öngyújtónk van, fa van. Apró fát vágsz, tüzet tudsz rakni, igen, azt már elkezdett táplálni, az már mondjuk nagy segítség, hogy raksz egy tüzet. Oké, mondjuk vízes az összes fa, tehát nehezen gyullad meg. Nem nagyon tudod meggyűjteni. Először elégetsz valamit, hát ha van nálad egy kis papír, ugye azzal meggyújtod. Na, utána a vizes faágak recsegnek, rokopognak, de csak füstöl. Az melós, hogy meg tud gyújtani, igen. Bolyongsz, vagy egy helyben várod a segítséget, vagy megpróbál találni megtalálni a kiutat, és egyre inkább bent vagy a sűrűjébe. Bolyongsz. Szerintem egy ideig bolyongsz, és aztán nem? Pedig elfáradsz, és akkor muszáj vagy valami letelepedni. Letelepedsz? Igen. Elvermeled magad? Nincs csinálsz azért 3 napig. Mit teszel 3 nap alatt? Mert az első nap még van szendvicsed, nincs ehető bogyó, semmi, mert ugye tél van. Egy szarvas nem tudsz elejteni. Se, állatot sansztalan vagy megfogni. Egyedül volt? Egyedül volt, egyedül bolyongott, igen. Nem az, hogy megette a pályatársát? Igen, életben maradtak. Egy argentin turista volt, azt hiszem. Argentin volt. De nem is értem a koncepcióját különben, hogy miért ide jött túrázni ilyen időben, pont most. Ez volt a kihívás. De milyen kihívás? Mert az, hogy anyagi? egyedül, vagy anyagi, vagy egyedül a vadonban megfelelni az elvárásoknak. Nem de sikerült. Tehát az a helyzetben szerintem, hogy aki ennyire már ingyen, szóval ilyen túrázó, ilyen gurmén, tud, aki ilyen helyeket kíván meg, mint itt a magyar őszi táj, meg így tudom én. Hogy miért nincs arra felkészül, hogy legyen nála egy telefon, vagy egy... Nem volt térelő, volt nála telcsi szerintem. Na de ha 4 napig egy irányba gyakorol, mész, akkor azért valahova elérsz.
Tehát azért a bükk azért az nem a Yellowstone nemzeti park, nem? 4 nap alatt Magyarországon keresztbe sétáltam. 4 nap alatt, ha nagyon bekilépsz. Kint az nem olyan, hogy így egyenesen megyek, mert ott van előtted egy megmászhatatlan hegy, akkor elmész kicsit jobbra, már nem tudod, hogy merre van előre, tehát hogy ott nem, a terepen azért nem tudsz mindig így torony iránt menni. De akkor mi a jó taktika, hogy kinézel egy pontot, egy irányt, és arra mész végig, tehát belőled, hogy hol a nap, és azt mondod, csak nyugat. És akkor mert, hogy ne körbe-körbe menjek, egy irányba megyek valahova, hogy megnézem, merre van észak, tehát valamilyen egy irányba kell elindulnod. 4 napon keresztül hát átsétálsz Magyarországon. Tehát valahol 4 napon el kell, hogy igen, legalább egy utat találsz. Hát egy utat találsz, azon elindulsz lefele, aztán az már valahol csak víz. Zsül egyszerűen kétségbe esve, és undorodik ettől az embert, azt látom az arcát, hogy ezt ne haragudjál meg, de a túrázókra hozza a szégyent. Milyen ember ez ilyen? Nem ez volt ez a konkrétan az arcodon. De nem lehet, hogy amúgy ő nem egy túrázó volt, csak valaki, aki elképzelte, ez milyen egyszerű lehet, elment az erdőbe. De arra gondolsz, hogy valamilyen szertartás volt az erdőbe? Vagy a huaszkázott, vagy igen? Tehát, hogy neki indult? Na, azt mondja, nem egy múzeumban az asszony, hülyeség az egész. Itt a sok jó ingyen program, majd én megmutatom nektek, és akkor fogsz és besétált az erdőbe. De gondold el, hogyha 4 napig mész össze-vissza, hogy ez egyébként simán lehet, akkor előbb-utóbb ide egy hallgató, és igaza van, azért csak szembe jön valahol egy kék jelzés, egy piros háromszög, egy kereszt, egy eldobott csokis papír, egy fél literes fantás üveg, egy fölborított kuka. Tehát valamilyen utat azért előbb-utóbb csak találsz. Tehát 4 nap, az nagyon fura ez a sztori. Tehát 4 napon keresztül semmilyen turista útvonalra nem lesz. Hát ha már elvisz egy turista útvonalra, akkor azért az már valahova elvisz. Egy táblához, egy kereszteződéshez, egy felirathoz. Valami csak van, nem? Ez olyan, hogyha be kicsit zavart lett volna, nem? Vagy... Hogy valami nem oké. Hogy valami nem oké. Hány kilométer per órával sétálsz? Én? Hát mondjuk 4. 0,5. Eszter? 4-5. Oké, 4-5. Én hagyom, hogy sodorjan a szél. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk elkezdek sétálni eltévedve, akkor 10 óra alatt megteszek még 40 kilométert. Ha 3 napot csak 10 órát sétálok, akkor 120 kilométert tudok haladni. Hát 120 kilométer valahova csak eljutok. Hát 120 km, itt inkább attól kéne félni, kivel találkozol. Tehát, hogy azt mondja, Pali, jó, de vak volt. Ez mondjuk nagyon fontos. Tehát, hogy ez így azért nehezíti egy kicsit. Igen, és a bal lábát húzta, tehát csak körbe tudok csak menni. Persze. Egy körző körbe rajzolta mindig az erdőt, ugyanoda ért vissza. Érted? Tehát, hogy valami nem stimmel ez a történettel. 4 napot nem bolyongsz egy erdőbe, csak kijössz valahogy. Igazából, ha csak lefelé mész. Hát csak lefelé, igen. Ha folyamatosan csak lefelé mész, akkor ők akkor lehet, hogy bevisz egy gerincnek az aljába, ahonnan megint csak fölfele van. Tehát a szívása csak lefele, be tud, ha főleg, ha nem kijelölt úton vagy, be tudsz esni úgy egy hegy lábához, hogy megint egyszer csak azt látod, hogy megint fölfele kell menned. Én bringával sokszor járok, így letérek az útról, lefele megyek, mert azt hiszem, hogy meg vagyok, árkombokról lefele, és megérkezel egy újabb hegygerincnek az elejéhez, és azt mondom, nem hiszed el. Leértél úgy a völgybe, hogy csak fölfele tudsz menni. Ha csak felfelé mész, az se jobb, nem? Mert akkor... Hát de még a felfele talán jobb, mert valahogy egyszer csak a tetejére fölérsz. És akkor, ha-ho! Te mit csinálnál? Ha-ho, itt vagyok fent! Te mit csinálnál? Mennél, vagy elvermeled magad? Elgondolkodni, hogy miért vagyok ilyen hülye, hogy ilyenkor megyek kirándulni. Lemerült a telefonod, nincs iPhone elemlámpád, megetted az utolsó bioműzli szeletet, a fejére szeletetet és a pudingodat, mit csinálsz? Én a lábujjamat szopogatnám, hogy tudom, hogy nem találnak. Eléred a lábujjadat, be tudod kapni? Persze, be tudok kapni. Tényleg? Én nem bírom bekapni. Én a lábujjamat tudok kapni. Bárkit be tudok kapni. Akkor szereznék egy lábujjat, hogy be tudok kapni. Igen, akkor te leülnél. Keresnének, mert a rokonok, barátok, ismerősök aggódnak, plusz szóltál neki. De ő egy argentin turista, tehát egyedül volt itt, senkinek nem szólt. Az jó kérdés, hogy nem Argentinából jött a bükki, mert akkor viszont ez is... Akkor érted, az utolsó 4 napban találták itt meg, de ő még valahol Argentinából indult. Ne felejtsük el, tehát lehet, hogy ez az eltévedés, mert volt már előtte azért egy hónapos eltévedés. Mi úgy, mert többen hallották, hogy kiabál, csak nem beszéltek angolul. Azt mondja, hep, nincs igen, nálunk hell. Nem értitek, nincs hell. Hagyjátok már, nem hiszem, ide jön bár. Nem hozunk energiát az erdőbe. Hell. Szedd össze a szemetet, a mocsok. De mennyi a realitás annak, hogy a Poldi elmegy futni, és megtalálja az erdőbe. Érted? Akkor nem lehetett annyira eltévedve, mert gondolom, a Poldi az kijelölt úton fut. És mi, hogyha a Poldi hagyta ott az erdőbe? Igen. Ezt a rossz érzés. Igen, a Poldi vitte be a rokonát, az argentin rokonát az erdőbe, ott hagyta, de 4 nap múlva lelkiismeret furdalás lett. Ezért egy megtalálásnak álcázott. Nem, ez egy marketing fogás, hogy ezzel is erősítse a polgármesteri széket, hogy milyen jó fej, hogy ő megmentett egy embert. De ez csak egy rokon, Sanyika bújjál el, mondhat, hogy argentin vagy. Itt igen se lehet veszni, ez egy olyan város. Nagyon fura. Na mindjárt megkérdezzük, itt van velünk Juhász Attila. Hello Attila, jó reggel, csáó. Hello Attila. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Felső Tárkány polgármestere vagy. Így van. Nagyon jó. Igaz a hír, hogy te mentél futni a feleségeddel? Igen, ez egy rendszeres program számunkra, hetente 4 alkalommal futunk a bükkben. De ez milyen kis egészséges. Mielőtt menekültök. Polgármestere van. Felső Tárkánynak. Na és hol találtátok meg? Mentálhigiénés. De ez nagyon helyes. Dolog. Hol találtatok meg?
Hát a Felső Tárkánytól északra 5 kilométerre, bükkben egy, hát egy ilyen vágástéren legutóbb volt ott fenyőkitermelés, mert sajnos itt a klímaváltozás miatt elpusztul az összes fenyő a bükkben, és ezeket le kell termelni. Hát ott találtuk meg ezt a jó embert a domboldalba, ott kiabált. Először azt hittük, hogy valaki csak szórakozik, vagy nem szimpatizál feltétlenül a futókkal ezen a kora hajnali órán, de aztán ahogy kezdtük megérteni, hogy hát mi, akkor rájöttünk, hogy itt kicsit komolyabb lesz a baj, mint az, hogy nem vagyunk szimpatikusak valaki számára. Mit kiabált, vagy mit hallottatok? Hát először kicsit ilyen artikulátlan hangokat hallottunk, aztán utána, ahogy közelebb mentünk, akkor lehetett érteni jobban, hogy hát mi, hát mi. De amúgy nem érzed azt, hogy ez egy kicsit furcsa? Hogy ezt a helyszínt választotta? Magyarul nem tudod, szegény. nem volt annyira kerek ez a történet. Nekem ez a túrázásba eltévedt, azért kicsit ilyen furabogár volt azért ez az ürge. De túra felszereléssel volt ott, vagy csak egy ilyen farmernadrágon? Hát egy ilyen farmernadrágos sportcipős, hátizsákos, nem tudom, hogy honnan volt neki pokróca. De hát Isten igazából, gondolom, hogy ilyen szempontból ez teljesen megy is, mert azért látszott rajta, hogy még egy pár óra is akkor szépen keményre fagy, és tavasz a szétholdják a rókák, tehát nyilván nem lehetett volna ott hagyni, és mindenképpen segítséget kellett hozzá hívni. Nők, az kiderült, hogy mit keres itt egyébként egy argentin turista? Nem derült ki, nem volt túlságosan kommunikatív azért, az hozzátartozik az igazsághoz, a másik pedig az, hogy inkább azt tartottuk szem előtt, hogy minél hamarabb segítséget hívjunk neki, mert olyan volt a helyszín, hogy onnan azért azt mondta, hogy önerőből nem tud lejönni, mi sem voltunk benne biztosak, hogy le fogjuk tudni hozni. Jobbnak láttuk azt, hogy ha itt az erdész kollégákat riasztjuk természetesen a mentők egyidejű hívása mellett, és akkor a fizikai erejükre támaszkodva keveredett le ez a jó ember onnan a domboldalból, és lenne az aszfalt úton adták át a mentőknek, mert oda följutni sem lett volna túlságosan egyszerű. De akkor nagyon nem volt messze a turista útvonaltól, vagy a betonúttól, ahol ti futottatok, nem? Hát nem, ez ugye erdei úton futunk, pontosan ezért futunk a bükkbe, nem szeretjük az aszfaltot. Nem volt messze egyébként, de ugye azt tudni kell, hogy az előző pár napban azért elég erős köd volt, éjszaka szakadt a hó, viharos szél fújt, tehát, és ott azért tök sötét van az erdőben ilyen alkalommal. Lehet, hogy csak egy pár tíz métert kellett volna még neki jönni lefelé, de hát ugye sérült lábával meg annyira könnyen nem lehetett mozogni, ez egy nagyon-nagyon meredek dombolda, és akkor ott lent volt egy ilyen beálló, ahol be tudott volna húzódni a szél elől, illetve a hó elől, de az sem biztos, hogy ott elalszik. Telefon akkor nem volt nála? Telefon, térerő, mondott erről valamit? Nem volt nála. Nagyon fura ez a sztori. Mennyi időt volt az erdőbe? Hát elmondása szerint már egy hete ott az erdőbe kirándul, de ezt azért én kétkedve fogadom már, csak azért is, mert itt a településen is látták ezt a jó embert előtte, vagy 3-4 nappal. Tehát magyarul 5 órán keresztül ült egy falat. Ravat volt, nem volt igazán képbe. Mm. Tehát az, hogyha valaki most napokig ott bolyong az erdőbe sérülten, szerintem annak egy perc és óráknak tűnik. Aha. És ő mondta, hogy maradt életbe? Vagy sikerül bőle valamit kézdeni, hogy mit csinált el az alatt a 3-4 nap alatt az erdőben? Nem ezek voltak a prioritásokban, ez az volt, hogy minél hamarabb segítséget hívjunk. Tehát én nem gondolom. Nem csak a cikkbe olvasom, hogy kiderült, hogy kisebb faágakból rakott tüzet, tehát hogy valaki beszélt vele. Hát nyilván beszéltek vele, mert ugye bekerült a Markot Ferenc kórházba, bevitték, és szerintem ott beszélhettek már vele a sajtómunkatársai tőle, milyen információ nem származott, de hát ahogy változnak itt a hírek a tényekhez képest, lehet, hogy már a Jetik elől menekült ez a jó ember egy hét múlva. Tehát nem ja, hogy már olyan sztori van belőle. Mint azt írja a cikk, hogy kiderült, hogy ilyen kisebb faágakból rakott tüzet, és havat olvasztott magának, tehát hogy valahogy inni tudott, ilyen alapdolgokat megoldott. Hát ezt lehet, hogy megoldotta, nem tudom, hogy miből olvasztotta a havat, mert ilyen eszköz nem nagyon volt nála, de hát lelke rajta, hogyha ilyeneket mondott. A tenyerében lehelte. És az, hogy argentin volt, az igaz? Tehát, hogy azt tud ír, útlevél az volt nála? Hát nem volt nála, a saját elmondása szerint argentin volt, az akcentus alapján el tudom róla képzelni, hogy egy ilyen dél-amerikai, illetve hát a fizimiskája is olyasmi volt az embernek, mint hogyha egy ilyen dél-amerikai figura lett volna, nem tudom, hogy melyik szappan operából, de nem a legszimpatikusabbak közül.
Hát lehet, hogy valamilyen migráns folyosó, nem? Vagy nem tudom, vagy kiesett egy transporternek a hátuljából, lehagy, nem vette észre, kigurult, aztán nem, a többieket vitték tovább 1000 euróért, és ő pedig itt maradt szegénykém. És most tudunk róla valamit? Ben van a kórházba, kiengedték? Vagy akkor mi a sors egy ilyen embernek? Hát másnap ráérdeklődtünk, és akkor még a kórháznak a belgyógyászati osztályán volt, de akkor már ilyen működőképes állapotban nem mentem utána a történetnek. Aha. Na, de hát azért ez mindenképpen menő, hogy ezt itt álltad. Milyen jó, hogy ilyen sportos vagy, mert hogy ez most tulajdonképpen emberéletet mentett. Hát igen, azt mondják, hogy a sport az emberéleteket ment, nem feltétlenül erre az aspektusára gondolnak. Hát ez most egy vak szerencse volt tulajdonképpen. Tehát és most milyen turistákat fogtok elrejteni még az erdőben? Hogy... Igen, hogy hírét vigyétek Felsőtárkánynak és a Bükk csodálatos szépségeinek. Mit találtuk ki? Ez nem prioritás, megvannak azok a saját települési rendezvényeink, illetve megvan az a csodálatos természeti környezetünk, ami önmagában is képes arra, hogy jó hírét vigy a településünknek. Jó, de beduinok azért hozzád lennek egy kicsit, nem, hogyha még feltűnne néhány ott az erdőben. Beduinok, érkezzének még. Attila, hát köszi. Azt hiszem, hogy azok tájidegen fajták itt nálunk, tehát nem valószínű, hogy ez lesz a következő. Mennyit futok ilyenkor a pároddal? Mi a menet? Mi a táv? Változó, ilyen 10 és 20 kilométer között. Na mindenit. Az a hegyen, nem kevés. Polgármester úr, azt a mindenségét neki. Hát azért az ott a hegyen, az szép táv. Igyekszik az ember. Igen. Én lefelé tudnám ezt lefutni horizontálisan, tehát gurulva. Megbotolva, gurulva. Igen. Mondjuk 20 kilométert, mondjuk 7 órát legurulok. Igen. Attila, nagyon köszi, hogy elmondtad, vigyázzatok magatokra. Köszi, hogy beszéltünk, ciao. Köszönjük szépen, Juhász Attilának, köszönjük szépen. Itt többen ez a sztori nem oké. Valahogy nagyon nem oké ez a történet. Itt többen fölvetik, hogy most a hazánkban ugye nagyon sok a külföldi volt futár. Kapott egy címet? Nem lehet. Szerinted volt két pizza, egy majonézes kukorica saláta, meg egy paprikás krumpli rendel? Így csak egy kicsit. Ez megérdez, hogy mennyi éltes úr, nem? Igen. Az azért nagyon el kell tévedni. És egy Veselényi utcai címe volt innen a 7. kerületből, csak picit elnézett egy vazit. És bringával ment. Azért az kemény, gyerekek. Hát azért szerintem itt valami kis huncutság volt a dologban. De az nem lehet tényleg, hogy ilyen, hogy vitték pénzért, mint nem tudom, Szlovákia felé, vagy valahova viszik fölfele. Argentin csávó. Hát valahogy. Hát most Argentin, azt tudod, és tudod. Argentin vagy a Bradel, hát mit nem értesz? Vagy nem fizetett, vagy elhagyta a csoport, vagy kidobták, és egyszerűen ott maradt valahogy. Többieket tovább vitték, de ő azt mondták, hogy eddig nem tovább, és kirakták a buszba. Vagy kiesett az X-faktorból. És így járnak azok, akik nem teljesítenek hétről hétre. Mindig mondani, hogy jussatok el a mentor mázik, mert nem, akkor bükkbe fogtok. Bükkbe. Na vége. Szegénykém, de jól van, ez a lényeg, hogy nincsen vele semmi baj. Igen. Vagy lehet, hogy az volt az utolsó mondat, hogy tudok egy rövidebb utat az erdőn át, írja valaki. Hogy csak a csoport azt mondta, hogy nem vagyunk hajlandóak követni. Mi nem hiszünk benne. Én azért belennék tojva, gyerekek. Szóval azért ott vagy az erdőbe egyedül, hideg is van, nincs cuccod, sötét, az így most egy meleg stúdióban azért ne röhögdítse, ez azért most két éjszaka a bűnbe. Előtt. Jó, hát a Norvég túrával kicsit belegültünk. Azért nagyon gondolkoznék, hogy mit láttam ilyen túlélő műsorokban, meg mi az a ber, hogy csináltam, mit láttam, valamit megpróbál, hogy kell havat olvasztani, az nagyon melóznék, megpróbálsz életben maradni. Az első 3 órád még funny, ugye? Tehát ott mész, még világos van, egyszer úgyis kiérünk. De elhagy a racionalitásod, vajon megijedsz annyira, hogy totálisan bepánikolsz, és teljesen szétesel, nem tudsz racionális döntéseket hozni? Oké, erre megyek, megnyugszom egy kicsit, találok valamit, lefele indulok. Tehát azt gondolom, hogy azért ez így bekapcsol valamennyire. Ilyenkor, egy darabig. Figyelj, de egy idő után, 4-5 óra után reményvesztetté válsz. Főleg akkor, ha megint ugyanoda jutsz ki. Én többször, 4 órát, és többször aludtam kint erdőben. Olyan a sötét erdő, hogy összeszarod magad konkrétan. Na. Azt tudod, milyen nyáron kinn alszol, nem tudom, cserhát, közepes, ahol senki, egy pici egér az avar alatt, vagy a levelkat olyan hangja van, mintha egy T-rex közeledne hozzád, összefosod magad, olyan az erdő. Tehát, hogy az brutálisan para egyébként. Ez a kis szöszörzi, avarban. Egy kis rágcsáló hangját úgy hallod, mondom, mintha tényleg egy Tyrannosaurus jönne. De olyan hangok vannak éjszaka az erdőben. Nem félelmetesek. Körbevesz a semmi, full sötét van az orrodig, nem látsz, és bármere nézel, nem látsz semmit. Miért így aludtunk itt? Felfoghatatlanul jó élmény. És nem egyedül voltál. Nem is egyedül voltam.
De elmentem pisilni, ha-ho. És hát világítsatok már. Ne, elképesztően jó élmény. De összetoljod magad. De ott eszedbe jut, hogy valaki jön mondjuk a Cserhát közepén, valahol jön egy ember, aki rosszat akar. Na, úgy nem gondolok. Tudod, hogy mi van az erdőben, csak úgy. Hogy amikor láttak engem befelé botorkálni az erdőben, akkor abban elkezd meg követni valaki. Hogy ez jó lesz. Igen. Jó lesz. Egy hétig meg vagyunk. Nagy falat. És igen, ettől félnék, hogy ott majd ott nagyon komoly büntetések lesznek. Mert az állatok most mit csinálnak veled? Hát, tulajdonképpen Magyarországon szerintem nagyon semmit, igazából. Nem, csak így nagyon flagma. De mindezt mondjuk Erdélybe fönt, ahol tudod, hogy azért rohadt nagy medvék vannak, ott azért már lehet, hogy tényleg összetoljott magad. Hmm. Igen. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék! 9 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Halott pénz legújabb dala szólt itt nálunk. Egyfajta, hát azt már nem mondom, hogy dalpremiér, mert ugye már ezt bemutatták, ezt a dalocskát itt a rádió egyén, a Juhász Geriék, de mi is bemutattuk így egy reggeli premiér, ezt lehet mondani. Halott pénz dobban című még meleg vadonatúj kis dalocskája szólt itt nálunk. Öcsém, erre a zenére jött az intuíció, megkérem a párom kezét. Na látod? Hoppá! Hát akkor hajrá! Na. Nem tudom, hogy akkor ez jó hatással lesz a társadalomra. Hát igen, mindenki házasodik. Persze. Mindenki összeházasodik mindenkivel, igen. Szóval, hogy ez volt a dalocska, úgyhogy köszönjük szépen Dávidéknak, és igen, milyen időnk lesz, Ferenc? Nagyon jó. Napos! Süt a nap. Süt. Ezek szerint van nap. Itt köszönjük van. Szépen. Norvégiában az időjárás jelentést támogatta a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és gázkazánok forgalmazója. A szerelvénybolt.hu. Nem a zenei felelős emberetek volt eltéve, de a bükkben előkerült a fickó, és lett új zene. Mert egyébként ő bolyongott itt. Hosszú ideig. Különböző hasonló teljesítési képessége van, úgyhogy benne a pakliba. Előkerült gyorsan, annyira megijedte be a 4 napba, hogy azt mondta, hogy ha egyszer innen élve kikerülök, én berakok egy új zenét. Bármire, csak Istenem, még egy lehetőséget adjál. Ígérem, lecserélem a zenéket. Jól van, gyerekek. Na, és van egy játékunk, ugye, egy Samsung által támogatott játékunk, ahol egyszerűen csak könnyed, laza kis versecskéket kell nekünk írni, és aztán kiválasztani valamelyik műsorvezető borítékát, és az a borítéka kinyílik, akkor nyerhettek valamit. Fényfelé tartson sajátomat? Ne! Én nem látok át az enyémen, azt nézem, ha engem választ. De meglátjuk, mi van benne. Ti tudjátok, megnéztétek? Én nem néztem meg, mi van az enyémben, én sem néztem meg. Én egy becsületes ember vagyok, egy közjegyző. Te vagy a közjegyző, aki minden rendben talál. Így van. Lehet benne tévé, hűtőszekrény, állóporszívó, mosógép, képkeretes hangzavaró és ilyesmi. Én belenéztem, gyerekek. Én nem nézek bele, nem fog segíteni senki. Nem? Majd a saját sorsa döntsön róla. Jó lesz? Jó ajándék? Én azt gondolom, hogy jó az enyém, jó. De lehet, rossz van, még jó. De van rossz ajándék? Nincs rossz ajándék. Csak jó ajándék. Ez egy győztes szituáció. Igen, itt van a hallgatónk. Hello, Vanda, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt! Hello, Vanda! Mi újság, honnan hívtál minket? Én Székesfehérvár mellől, Sárszentmihályról. De milyen jó kedved van, milyen kis vidám vagy, ez nagyon jó azt hallani. Szabadságon vagyok a héten. Na, mit dolgozol egyébként? Én egy bankban dolgozom, értékesítési szakértőként. Mit kell egy bankba értékesíteni, magát a termékeket, ami van a banknak a portfóliójában? Igen, cégeket keresünk meg, és akkor az ott dolgozó munkavállalókat segítjük abba, hogy minél jobban tudjanak választani. Hogy minél jobban, ha nem jönnek ki a céges fizetésből, akkor felvegyük a személykölcsön és a banki hitelt. Jól van, de szereted a munkádat? Igen, nagyon szeretem. Főleg a munkatársaimat, a csapatot, azt kimondottan. Aha. Úgyhogy remélem, hogy hallgatják a rádiót és hallanak engem. Nagyon jó. Minden esélyed megvan rá. Nagyon jó. Igen. Írtál egy versecskét, ezt kihez írtad, a csapathoz, vagy valamelyikünkhöz, vagy csak úgy? Nem, én Eszterhez, kimondottan Eszterhez volna. Ez nagyon kedves, de tényleg, tök jó. Előre nem mondjunk ilyet, még ezt hallgassuk meg a verset. Mi a felütés. Igen. Mint nem nő a nővel, azért, hogy a nőhöz tud csatlakozni, mint Csajci a nő a Csajcihoz, vagy miért? Igen, körülbelül igen. Tehát, hogy azért Eszter gondolatvilágával többnyire egyetért. Igen, ezért jó, hogy itt van, mert a csajok sokszor egyetértenek. Kicsit igen. Mi megszabtunk valamit, hogy milyen hosszú legyen, vagy mi legyen, mert semmit négy nem mondtunk. Négy sor a minimum. Négy sor kértünk minimumban. Igen. Ilyen busok? Száma mennyi? Valamit szeretnél bele. Bármit beleláthat. Jó. Igaz, láthattok. Rendben, én nagyon kíváncsi vagyok. Na, kíváncsiak vagyunk. Akkor olvasod, te add elő a saját versenyt, mert ugyan itt van előttünk, okay. De hát meghallgatjuk, hogy mit írtál, jó? Oké, akkor olvasom. Tehát a címét a gyermekeim adták, mert mondták, hogy úgy nincsen vers, hogy nincsen címe, úgyhogy Karácsonyi álom a címe neki.
és akkor mondom, gyermek zsibong, Péter főz, karácsony ez víz, nem ősz. Eszter szeme könyvbe lábad, karácsonyra mit kívánhat? Elmereng egy pillanatra, emlék tolul be az agyba. Kerékcserés kandurka, nyála csöppen a pultra. Égő villan, vágy elillan, zoknyi kesztyű mindjárt itt van. Így foszlanak el az álmok, boldog karácsony kívánok. Benne van a kerékcserés kandur. Kinek csöppent a nyála? Arakom az kerékcserés kandur. Azt a mindenit. Igen, hát majd Péter nem főz, de amúgy fikció. Fikció. Ez a költői szabadság. Ez a költői szabadság. Nagyon tetszettek a daktilusok és a spondeuszok, és szerintem ez mindent megér. Időmértékes verselés volt, azt kell, hogy mondjuk. Nagyon igen. Szépen kitalálva igen, egyébként. Nagyon tetszett igen. Nekem. Rövid szótagok, hosszú szótagok, minden volt. Jól van, oké. Na, hát, nincs vége a challenge-nek. Nem, hát most választani kell egy borítékot. Hogy vajon kinek a borítékjában van az, amit nagyon szeretné? Mi az, amit nagyon szeretnél, tényleg? Van tévénk? Hát a tévét. A tévét, nem én, a gyerek szeretné a tévét, úgyhogy a tévét szeretné. Mink van tévénk, hűtő? Tévé, hűtő, állóporszívó, mosógép és egy ilyen képkeret hangszórónk. Na? Én nem néztem meg az enyémet. De én megnéztem a sajátomat. Én azt mondom, hogy szerintem, én nem tudom, hogyha nekem érted a verset, akkor válasz borítékomat. De ha nem nekem... De... Én erre gondoltam. Egyébként én is erre gondoltam, csak Balázs megzavart azzal, hogy azt mondta, hogy az övében nagyon jó. Vagy hát de ugye neki mi a jó, mondom. Attól függ. Lehet, csak mondom, hogy az enyémben nagyon jó van. Én nem tudjuk megmondani, hogy kinél van. Mindenkiében nagyon jó van. Bármelyikben lehet. Nem tudom, én ezt csak azért én mondom, csak ez neked, megérzés az enyémben nagyon jó van. Jó, de a Feriében is tudom, nagyon jó van. Hát jó, de én még egyszer jelzem neked, hogy az enyém nagyon jó. Nem. Jó, akkor én most Balázsra hallgatom. Akkor én szeretném választani. És egy tévét szerettél volna. Igen. Na, kinyitom akkor a borítékot. Jó. Mondtam, hogy az enyém nagyon jó. Egy kétbeállásos kenyérpirítót tudok neked. Kétbeállásos kenyérpirító. És egy hajmasaló. Automata kikapcsolóval. Automata be is kikapcsolóval. Nem ez van a borítékomban. Na mondom én, hogy mi van, jó? Képzeld el, hogy egy 32 szolos QLED de Frame TV van benne. Öcsém, ez TV? Azt a mindenit jelentsen ez bármit is. OLED, QLED, mit tudom én. Mit jelent ez? Gyönyörű. Szóval, hogy nálam volt a tévé. Megérezted. Azt a mindenit. Köszönöm. De mi volt? Nem szabad. Nem lehet. Ez nem szabad. Ez holnapra jó lesz. Holnapra jó lesz. Nem mondd el. Megnézheted, csak nem mondd el. Egy aranyhölcsök drassírozó készülék van benne. Igen. Na megmutatjuk. Figyelj, ezt nyerted. Nagyon menő. Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Samsung 32 szolos QLED The Frame TV a Samsung Electronics Magyarország jóvoltából. Hoppácska, mondtam, hogy jó. Köszi szépen. Mondtam, hogy jó, látod. És mit fogtok nézni rajta? Balázsó összes? Igen. Na, a gyereké lesz, úgyhogy megígértem neki, hogy ha tévét nyerünk, az övé. De ne adod a karácsonyra, a karácsony hozza, Jézuska. Jó, így. Hát így a Jézuska. Nem flancolunk itt november végén egy tévébe, hát akkor kellemeset azt, hogy a karira megkapja. Így van. Jó? Arra szerette volna, úgyhogy akkor ez így tökéletes. Látod, ez nagyon szép munka volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy látod a fáradtságot. Köszi neked, csáó, puszi. Én köszönöm, köszi, sziasztok. Ilyen van, de. Sziasztok. Hello. Az a durva, és ír egy hallgat, és tök igaza van, hogy most már az ilyen játékoknál arra is kell gondolni, gyerekek, hogy AI-jal megiratják. Akkor azt díjazzuk, hogy ügyesen használja az AI-t. Hát most hogy fog lebukni? Sehogy. Hát sehogy. Hát most bemondom az AI-nak, hogy figyelj, így írjál nekem egy karácsonyi verset, benne legyen Eszter, aki kedves. Rímeljen a vers. Tessék. És itt van. Na? Mondom. De akarod hallani, hogy mit írna rólad az AI? Hát még nem biztos. Figyelj. Na. Azt mondja, hogy nem írok Eszterről verset. Ferit nagyon kedvem, de most nem azt írják, memória frissítve. Csillagfényben úszik az éj, karácsony varázsa minket kísér. Eszter kiszívünk, kedves gyöngye, mosolyot fénylik, mindjárt a lágya. Szállít a lágyaimról. Fenyő illat száll a ház felett, a szeretet minden szívet megremegtett. Ajándék szavai... Ez egy szarvers. Mondtuk, hogy nem lehet szar. Ja, nem, mondjuk azt nem. Ajándék szavaid, tiszta lágy dal, téged hallgatni örök csoda és diadal.
pópelyek tánca száll az égen áldott ünnep békereményében. Eszter velünk vagy, és minden szép veled ünnepelni, életünk ég. Teljesen vette most a ChatGPT-t. Ilyeneket írnak a 13 évesek, amikor rájönnek, hogy tudnak már. Igen. Karácsony estén gyertyafénylobban melegség tölti be minden otthonunkban. Eszter, ki vagy nekünk? Szeretett hírnök, boldog ünnepet, e versben kívánok. Bocsánat, a rímek kicsit hiányoztak. Én akarok diktálni. De várja, van egy telefonunk, közben még egy telefonos interjú. De akkor kérem már tőle egy haikut, és mondom, hogy miket kell beleírni. Jó, majd akkor hírek után megcsináljuk. Haiku, Balázs, nagylábúj, kicsit furcsa. Anya egy melanoma. Anya egy melanoma. Szopogatás legyen benne. Nyitókosos temetés. Jó, gyerekek. Jó, ez most nem volt annyira formában. Lehet, álmos volt még kicsit az AI. Ez most egy kicsit döcögött, ez még így nem ment neki, meg memóriát frissített. Na, ugye még reggel megnéztük a Bencének a meccsét, és ígértük, hogy rácsörgünk, gyerekek, de hát ez nem meccs volt, ez nem tudom mi volt. Nem tudom, ki ez a Nermin Harpics, vagy Harkics, de hogy ez, gyerekek, ez technikai KO, leléptetés KO, ebben minden volt. Ugye a Bence egy nagyon kellemes időpontban éjjel 3-4-12-kor boxolt. Néző legyen a talpán, aki ezt azért kibírja várni. Oké, hogy legnagyobb név, de hogy azért jól eltették utoljára. Tehát lehet, hogy ez egy 10 órakor elengedtem volna. A végére. 3-4-12-kor. Eludjanak, ennyi történt. Mert tudták, hogy mészárlás lesz, a gyerekek tudjanak jót aludni. Tudták, hogy vérfürdő lesz, de gyerekek, jól bunyózott a Bence. De a Bence mindig jól bunyózott a Bence, nagyon ügyes volt, és kettő menetben végezte ki Nermin Harpicsot. Vagy Rapkics. Vagy Rapkicsot, ráadásul olvasni sem tudok. Rapkics. A gyerekek, ez a csávó nem tudott boxolni. Most nem, nagyon kész. De ez nem borla a Bence teljesítmény, a Bence nagyon jó volt, azért nem volt egy ügyes fiú. Hát nem láttam, úgyhogy nem tudok erre mit mondani. Azt látom, hogy mind a ketten nagyok. A TikTokon meg tudod nézni, mert ott már fönn van, nyilván meg egy csomó olyan RTL-es platformon, de a TikTokon meg fönn van, de hogy ez, figyelj, ez nagyon, ez, én nem is tudom, hogy van, hogy celebel összengednek, de ha valaki nagyon jó, akkor... Ujjjjjjj. Iszonyat bunyó volt. Jó. Iszonyat bunyó. Szegény fiú. Szegény fiú, elképesztő volt. De Bence kicsit ilyen karcsúbnak tűnik, nem? Tehát, ugye már, magához képest? Nem, a srác, a Rapkicshoz képest. Ja, a Rapkicshoz képest. Olyan könnyed a mozgása, úgy ugrálott meg minden. Igen. Hajol el, oda néz, júj, de nagy vagy, Bencus. Brutál jó bunyó, csak nem tudta sokáig nézni. Tehát az volt a baj, hogy nagyon hamar végezték. És ezért, és milyen mérges voltál, fönnmaradtál. Na, milyen kicsit. Hello, Bence, jó reggel, ciao. Hello. Jó reggel, hát gratulálunk, jó bunyó volt. Köszi szépen, köszi. Rövid, de jó. Figyelj, ez a csávó, ez tudott boxolni egyáltalán? Mert nem volt rossz, nagyon, de... nagyon. Hát kiderült, hogy Európa bajnok, világbajnok, olimpiai bajnok. Aha, azt még itt a kívül. Ez ekkora kamus volt. Emellett pedig a vízes kalács. Igen, és mert a Román Boxszövetség elnöke. ő is celeb kategória, ő mit csinál kint az országában? Gamer, youtuber, ilyen gamer videókat csinál. Aha. YouTuber gamer videó. De melyik, egy menet volt, vagy két menet volt? Mennyi idő alatt intézted? Kettő menet. Kettő menet. Hát azért az pikpak meg volt. De nem tűnt túl erősnek, nem? Szóval te is úgy érezted, hogy azért ő nem annyira erős. Igen, neki nyilván ez volt élete első boxmeccse, és hát nem csak az első boxmeccsen érzi azt az ember, hogy gyakorlatilag azt se tudja, hogy hol van, de az elsőn különösen. Tehát, hogy tényleg tudom, hogy sokan nem értik, hogy például a Starbucksban, vagy ilyen szintű bunyóban, amit mi nyomunk, hogy miért van az, hogy két perc után teljesen elfáradnak, és már a második menetre úgy jönnek ki, hogy egyszerűen semmi erejük nincs, és mint hogy a lassított felvétel lenne, de egyszerűen az embert elkezdik gyakorlatilag a ringben megtámadni, és megkapja akár, most beszélünk az élete első boxmeccse, megkapja az ember az első pofonokat, amit gyakorlatilag akárhogy is sparringolt, kesztyűzött már, volt benne a ringben, az teljesen más, mert ez az első ellenfél, aki tényleg vagy idézőjelesen, de hogy értsétek, hogy meg akar gyakorlatilag ölni, és egy ilyen életveszélybe kerül az ember, és átkapcsol egy ilyen, egy teljesen ösztönösen elkezd működni, megszűnik a világ, szóval nagyon nehéz azért az embernek az élet első meccsén, az első menet, az gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz, ezért is mentünk mi nagyon higgadtan neki ennek az első menetnek, és láttam a mérlegelésen, a szemében egy kicsit a félelmet láttam, amikor odaálltunk, hogy nyeleget el, tehát hogy éreztem, hogy az első menetben, hogyha higgadt vagyok, akkor az nagyon-nagyon leszívja őt mentálisan is, és fizikailag is, és gyakorlatilag ez történt. Az első menetben tényleg csak játszadoztunk vele, higgadtam finoman, és már a második menetre úgy jött ki, meg hát nyilván növeltük is a tempót, úgyhogy izgalmas volt, nagyon izgalmas volt. Ki a következő, arról tudsz valamit?
A következő ellenfél az már biztos, hogy keményebb, ő már boxolt, őt már láttuk is boxolni, és ő az első menetben leütötte az ellenfelét, tehát az már egy keményebb dió lesz. Na, ő milyen nemzetiségű, tudod, vagy ő mit csinál? Fú, várja, ő szlovák vagy szlovén? Azt mondja, szlovák, talán szlovák. Ah, kíváncsi vagyok egyébként. És akkor itt van egy hét pihi, vagy két hét pihi, vagy jövő héten újra bunyózol? Hogy ilyenkor mennyi idő? Ne, kettő hét, majd december 8-án lesz a következő bunyó. December 8-án. És ha végigmész, akkor hány bunyó van? Akkor lesz még egy, az pedig december 22, akkor lesz a döntő. Aha. A fa alatt te már úgy fogsz ülni, hogy akkor. Óriási monoklival, de boldogan. Óriási monoklival, igen. De boldogan. Mint hozott a Jézuska. Igen, na azt még mindig jobb volt, mint a Tyson Jake Paul meccs, úgyhogy. Rövid volt, gyors volt, de hogy annál minden élvezhető, mert az nem volt újságosan erős. Na jó, van, fiam, gratulálunk, hát csak egy rövidre hívtunk, de nagyon menő. Azért ott a magyar zászló a nyakadba, azért ez mindenképpen igen, nagyon menő. Így nemzetközi mezőnyben tök menő, mint ha valami olimpikon lenne hirtelen, hogy magyar zászló égnek ott a fákják, vagy még nagyon menő. Igen. De olyan is volt a hangulat, és annyira jó volt bejönni ugye az arénába, hogy mindenki tombolt, örjöngölt, ott szurkoltak, mondtam is nekik, kitettem az Instagram, hogy hozzanak magyar zászlót, csomó embernél magyar zászló volt, a szlovoknak rohadt jó volt, egy nagyon jó hangulat volt. Nem tudom, hogy képernyőn keresztül mennyire jön át, de ott élőben zseniális egyszerűen, tényleg. A fél inszomniások biztos, hogy tudtak követni téged 3-12 kvartát. Éjszakai biztonsági neurózisban szenvedő szorongók, igen. De mennyi van még a bunyóig, még egy óra, micsoda, mindjárt igen, átbunyolszad magad a reggel, hétfő reggelben, de tényleg nagyon menő. Na gratulálunk, vigyázz magad, akkor jó bunyót, drukkolunk majd. Köszi Bence. Ciao, szia, hello. Ez menő így magyar zászlóanyagban, nem? Ez mégiscsak megversz egy szervet, egy szlovákot, egy nem tudom, egy lengyel, szóval azért az így az összes magyar, aki elindul és így nyer, azért az nagyon, nagyon menő. Figyelj, szerintem rábíztuk a legjobb emberünkre, mi bajunk lehet? Intézi. Ennyi, intézi gyerekek. Na jövünk mindjárt. 9:30 pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után. Itt vagyunk, 3:10 lesz, 6 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Hello. És ez a játék egész héten megy, tehát lehet, hogy nekünk még lehet küldeni ilyen kis versecskéket. De elég a négy soros, nem? Persze lehet hosszabb is. Igen. Nagy műveket várjunk már, nagy ajándék, nagy műve. Nagy ajándék, jó, nagy műve, nagyokat várjunk. Egyébként csak ha valaki grafomán, az megtolhatja. Így van, lehet hosszabbat is írni, és tényleg nagyon jó kis nyereményeink vannak, jó? Úgyhogy küldjétek a verseket. Na, mi pedig mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Eszternek volt egy nagyon érdekes reptéri kalandja, Luton, ugye? Luton. És megfejtettük, hogy ott is dolgozik a reptéri maffia. Krimi. Krimibe illő. Ellopták az egész csajt. Igen. Mindenemet ellopták gyakorlatilag. Aztán visszaadták. És hát ugye megbeszéltük, hogy egy nagyon jó ötletnek tűnő programmal álltunk mi elő, ezt beavattunk meneteket, kedves hallgatók, hát mégis csak olyanok, hogy mint egy család, mindent elmesélünk, ami velünk történik, vagy veletek. De a program megfejtése közben jöttünk rá, hogy lehet, hogy valami nem oké a programmal, ahova mennénk csapatot építeni. Bennünket átvertek. Igen, valami nem. Nincsen rende, úgyhogy... De legalább olcsó volt. Igen, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Te raktad bele, és láttad még bemenni a gépbe. Tehát, hogy levetted az órát, bedobtad. Nem, én ott hagytam a tárcát azon a görgő soron, aha, és akkor mondták, hogy lépjek át a kapun, és ugye beállt mögé a következő ember, aki betolta a saját tárcájával az én tárcámat egyel előre. A kapun, igen. Így van. És mondom, de nincs meg az órám. És akkor rögtön szóltunk a fickónak, aki meg ugye kiadja a csomagot, hogy mondom, nincs benne az órám a tálcába. Akkor jó, akkor gyorsan ő visszaszedte a tálcákat, amik ott voltak alatt, egyikben se volt benne. Akkor mondta, hogy akkor menjünk a szupervájzorhoz, elmentünk, és akkor jött a szupervájzor, és kérdezte, hogy de van ilyen, hogy eltűnik az órám 5 méteren? És mondta, hogy van. Van ilyen. Na de várj, de hogy? Tehát az alkalmazott, vagy várjál. Itt még hát, mi nem tudtuk, hogy mire. Én azt hittem, hogy akkor mögöttem állt. Szerintem igen. A Zoli. Zoli előttem volt, nem tudott. Vagy tudod, hát, mondjuk ezek a debreceniek, ezek előtte zönnek be az ajtón, azt utána jönnek ki, szóval értem minden. De a lényeg, hogy és akkor mondták, hogy mondta, szupervájzor végig visszaadta a soron, nem látott semmit, hogy mondta, hogy jó, végignézték tudod, a görgő között, nincs ebbe eset, ez is már szűrre, és ez egy mély tálca, egy 15 centis pergben. És akkor mondták, hogy menjünk el a biztonsági őrökhöz, akik ott álltak, egy ilyen biztonsági kamera felvételeket kérjük el, és nézzük meg, hogy mi történt. És elmentünk oda, és ebben a pillanatban, hogy ott elkezdtünk beszélgetni, mondták, hogy nem tudják most visszanézni, akkor most jönnek, és akkor ott ellenőrzés, és felállt a biztonsági őr, egyszer csak egy nő, aki tök sokkal mögöttem volt, tehát mi nem találkozhattunk, még nem is tett ez semmi, ő kivette a saját tálcájába az órámat, hogy ez meg kié.
De a tálcákat átnézték egy a tálcában, nem lehetett benne. Megőrülsz, tudom, mi történt. Na? Hát valószínűleg az alkalmazott benne volt, megijedtek, hogy te azonnal szóltál és észrevetted, jött a supervisor, és még mielőtt balhé lesz, három tálcával arrébb visszacsempészték. Visszadobták. Az alkalmazottak voltak igen, akkor. Igen, az alkalmazottak voltak. És hogy ott álltunk, és már nagyon kevés volt az idő, tehát nem tudtunk bejelentést tenni, mert 15 perc múlva indult a gép, de ezt el tudod képzelni, hogy belerakod az órádat, és ők arra játszottak valószínűleg, hogy én majd ezt nem veszem észre, mert feszült vagyok a repülésben. Persze, nem veszed észre, rohansz, kiveszed az izét, mész tovább, és de kötekedett, igen. Kötekedett, hogy teszem be a cuccomat, érted? Mert erre kellett figyeljek, hogy ne itt tegyed úgy, de jó, de profik, akkor ez fel van készítve, tehát ő látja, hogy te leveszed az órád, már jelel azért, hogy ezt akkor így tedd, úgy tedd, már leadja a jelet, meg ugye fölidegesít téged. Igen. És igen. Ezáltal te már a kalapra fogsz figyelni, hogy összenyomták a kalapot. Tehát eltereli a figyelmet, kőprofik. Egy dolog nem számítottak, hogy az órámmal nézem a pulzusomat, és akkor nagyon ideges voltam. Igen. És tudják, hogy ideges vagyok, megtámadom valakit, és ha megtámadom ezeket a kis bűnös angolokat. De ezt el tudjátok kérdezni? Simán. Itt óriási nagy nyomásat meg izé, és ez egy ilyen belső kis... Simán, hát ugye ezzel foglalkoztunk egy vagy két éve, amikor nem is tudom, pénzt vettek ki valamelyik kabátból. Benyúl, ott, és ugye a készpénzre mentek meg a pénztárcákra, és ott ugye az volt, hogy benne volt a pénztárca, kivette a pénztárcát, kivette belőle a pénzt, visszatette, és mindezt úgy, hogy még a kamera se lássa. Hát és aztán valahogy lebuktak, és kiderült, hogy hónapok óta fosztogatják az utazókat. Hát de ezek a reptéri fosztogatások, hát azért ez nem egy magyar sajátosság, hát ezzel mi is sokat foglalkoztunk, ugye csomagok által, most már szerintem azért Feri egyen talán visszaszorították, vagy megoldották, vagy testkamera van most már a pakolókon, tehát jobb a helyzet, de hát azért ez évekig ment itt is, évtizedekig tudták, hogy mi történik, csomagokat nyitottak ki. De milyen profik? Elképesztő, nagyon nem? Durva. Teljesen láthatatlanul veszik ki az órát, és teszik vissza neked hat kosárral arrébb. De egészen. Mondjuk kell hozzá bátorság egy olyan helyen, ahol mindenben van kamerázva. Szerintem tudna. Hát gondolod, te még elmész a kapun, elnézel a kosaradról, mikor mész a kapun a kapuval, vagy elfoglalva. De maga a kivevés, érted? Azt látja a kamera, hogy ő ott turkál, kiveszi az órát. Tehát ő hozzá könnyűjön a tálcát, mert ő ott betolja a tálcát. Tehát, hogy ahogy betolta, ott vette ki. Ahogy betolta, ott vette ki. És ugye tudom, hogy hol volt az óra. Tehát úgy tettem, hogy a bőröndön mellé oldalra, tehát akkor neki csak egy mozdulat volt az egész. A másik meg szerintem az, hogy nagyon körülményes visszanézni a kamera felvételeket, és tudják, hogy te mész a gépet, tehát lehet, hogy ezt már tehát nincs következmény. Meg 10-ből 5 nem veszi észre, tudod, rohan, siess, stresszes vagy. Hazafelé pedig egy szélviharban próbáltunk túlélni, úgyhogy azt kell mondanom, hogy nem volt. Azt gondolom, hogy azért ez nem egy sima. Nem volt eseménytelen. Nem egy sima utazás. Elvileg elvisznek minket egy olyan helyre, ahol ezek a nagy karcárjú delfinek ott az áramlatban eszik, büfészgetnek, mert nagyon beúsznak januárig egy norvég öbölbe, és ott vannak. Kiugranak a gumicsónakba, érted, az orkák, ott és elbeszélgetnek. Feri azon a beabálja őket. Azt tuti. Ha lehet ott orkát kapni, én megeszem. Most lehet, hogy bennünket egy kicsit megszivattak, mert Zsül mutatta meg, hogy gyakorlatban nincs napsütés. Tehát azt mondja, hogy novemberben Norvégiából megyünk, hogy fél tízkor jön föl a nap, és fél kettőkor már sötét van. Igen. A december azt mondja, hogy 00:00. Tehát, hogy effektíve sötét van. Nem látod a napot. Ehhez egy kicsit drága volt ez a program, el kell, hogy mondjam. Szóval, hogy értem én, de hogy amit most látok, ehhez képest azért drága volt. Augusztusban 3-4-kor jön föl a nap, és 21:43-kor megy le. Júniusban is 00:00. Tehát júniusban viszont nincsen sötét Norvégiában. De van sarki fény ott már ilyenkor? Van sarki fény. Tehát mi zseblámpát mindenki tegyen be a csomagba. Tehát a december az 00:00, tehát hogy akkor nincs napfény. Sötétbe fogunk botorkálni. Nincs szükségetek. Én addig itt egy szoláriumban fogok feküdni, amíg ti odakint lesz. De amúgy szerintem... Rájátok, nagyon tudnak vedelni, meg bujálkodni, úgyhogy ezt írja valaki, úgyhogy Norvégiába készüljetek. Gyerekek, ott 4 napig inni kell. Nagyot fogjanak, Feri. Nem lesz semmi, jövök én onnan vissza. Viszont azt már most mondom, és vissza is hívhatjuk azt a lányt, akivel beszéltünk reggel, hogy töltsék föl a repülőtéri ízés shopot. Jó, mert jó. Nagyon drága az ital Norvégiában, Laci, nekünk be kell vásárolnunk. Jaj, ne legyetek már ilyen igazi, ilyen kicsit ilyen. Miért fizeted? Nem fizeted az italunkat. Azért kell most mentek, mert most annyira sötét van, hogy 3-4 ilyen felfújt ruhás, ilyen ember, majd eljátszál a tengert. Ott van egy pont, az fúj! És akkor kezdve pedig... Igen, de nézd már, fújja a vizet. Meg volt az átutalás, meg volt? Jó, oké. Mennyi volt? Semmi 16 000 dollár volt egy fél óra hajó. Fújjál, és két berúgott norvég halász, nagyon mozgatja az úszonyát majd. Milyen fájjájáj. Tényleg full sötétben megyünk? Igen. Elnézést. Valaki azért... Juli! Ki szervezte ezt a szart? Nem,
nem jön föl a nap konkrétan, ott csak inni tudunk meg bujálkodni, akkor egy, négy napon keresztül. De hogy mi a sötét tengeren? Tehát sötét a tengeren. Az meg ott van, oda nézel, az nincs ott semmi. És adnak ki hangokat, kutyogtatják a vizet, érted? És fejenként 13 ezer dollárért nézünk a semmibe. Annyira szeretem. Csodálatos lesz. Túravezetőnk oldalt belógatja a kezét. Olyan túravezetők, akinek már nincsen fél lábat. Annának már be van állítva. Nekem minden be van állítva. Azt írja, hogy nincs nappali fél. Nincsen, mert fél tízkor. Ugyanezt mondja. Mi az, hogy nincs nappali fél? Nincsen nappali fél. Hogy fogunk oda nézni, hogy ott úszik? Másfél órán át van fönn a nap. Én tegnap néztem. Mire kiérünk, akkor már 45 perc. Ilyen depresszióba, de ha nem lesz orka. Hát az, hogy ott úszik melletted elvileg, ugye úgy van a program. Nekem sem szoktál így örülni, amikor elúszok melletted. Nagy is úszni is. Úgy van a program, hogy oda kihajózol, ilyen gumicsónakkal fölöltöztetek, ilyen száraz ruhát adnak. Ez már önmagában biztonságosan hangzik. Igen. Van plusz ugye a kikötő elhagyása után egy fél kilométerre mindenki atomra rókázza magát, mert ez egy gumicsónak. Ez egy gumicsónak, nem egy hajó. Vagy beúsznak az öbölbe, vagy ki kell menned sötétbe, ki kell menned a nyílt vízre. Mész 30 percet gumicsónakkal, és azt mondják, hogy ott csak hol? Nem láttad, hát már pont lebukott. Hát elment. Nem baj, megyünk utánuk, fél óráig követjük őket, megimutogatnak, hogy ott, mint kiderült full sötétben, és aztán visszamegyünk a kikötőből, egy napig nem történt semmi, ez egy kikötőfalú. Szerintem ez egy jó program lesz. Én mondom, ne tegyük, egyetlen beszámolóra leszek kíváncsi az összes közül, aki részt vesz, a Lacira. Hát azért mehettünk volna Sárvárra is inkább. Nem vagy normális, Balázs. De nagyon hiszem bőgjük magunkat, ahogy bámulunk kifelé, és ott lesz a fejünk fölött a sarki fény. Higgyétek, egy gyönyörű szerintem lesz. Nagyon éhesek lesztek, és nagyon fázni fogtok három napig. Hazajöttek, és utána az lesz, nem fogtok én már szemébe sem nézni. Tudom, nem, igen, de meséltek a norvég kalandról. Ne, hagyjuk, nem érjük. Balázsék a Rádió Egyen. Na, hívjuk gyorsan még a naphallgatóját, és egy ajándékcsomagot tudunk neki ajánlani, nézem a monitoromat, de nincs most pluszban semmi. Hát azért egy ölelést ajánljuk fel neki. Kap egy ölelést, meg egy kis valamit azért, nem? Bármi, hát nem tudom, én mit tudok én adni valakinek egyáltalán? A szeretetedet, azt a mérhetetlent. Így van. Balázsik? Hello! Hogy hívnak? Ciao! Hogy hívnak? Szia, Máté vagyok. Máté, hol hallgatsz minket, Máté, merre vagy? Stalgó Tarjánból megyek kamionnal vissza Miskolcra. Miskolc, hát ráadásul a helyi vagy, ugye a miskolci... Hát persze. Járacs... Nem akartam odaírni, hogy egy Clint Eastwood itt nem menti meg a segged, ugye, de... Igen. De valóban szükség van rájuk, akik most szolgálatban álltak. Igen, ugye beszélünk a miskolci járatserifekről is, hogy majd mennek a járatokon és őrzik az utasokat, és igen, miskolci, én csak annyit idéznék, ez itt nem a Vadnyugat, ez Kelet. Ezt írtad nekünk, és ez akkor te is azt mondtad, hogy erre szükség van, vagy jó, hogy lesznek. Persze, igen. Meg olyan jó kiállásúak a fiatal emberek, tehát. Ja, abszolút. Igen. Küldünk neked egy ajándékcsomagot, jó? Jó, nagyon. És köszi, hogy minket hallgatsz. Jó utat! Jó utat! Ciao, hello. Én sem mondom kétségben, amit mondanak ezek a fickók, amúgy találkoznak. Nem. Azt mondanád, hogy igen, uram. Így is van. Igen. Utána néztem, a norvég ételeknek lesz bálnaszték, rénszarvas szív, fókaragú, úgyhogy mehetünk! Bálnaszívet, ha nem eszünk négy napig semmit, se eszem bálnaszívet. Dehogy nem. Mit? Nem, azt, hát az elvi kérdés. Akkor nem bálna, rénszarvas szív. Ja, nem bálna a szívet, mondtam? Nem, bálna szték, rénszarvas szív, fóka ragu. Nem hangzik zsírosnak egyik se. Á, dehogy, hát oda kell a kalória, kell az energia, kell a fűtés. Igen. Ott ezt eszik, ezt adják. Ez van. Én nagyon láttam azt, hogy Balázsi sziszeg mondanák, Anna, egy tojást nem hoztál? Igen, egy tojást, de hoztam egy vízforralót. Avokádó nincs esetleg itt még 2-3 darab. Na jó van, gyerekek, maradjatok a Rádió Egyen, jó, mi elmentünk, és jövünk holnap. Mi van veled? Köptető megvan, holnap? Meggyógyultál, kipcsattansz az egészségtől, ma hova mész, magód? A rádiós vonaton nincsen fék. Egy másik vonaton sincsen fék. Ma elmény, megnézzük a színdarabot, most kulturálódunk, és reggel pedig arról fogunk beszélgetni. És azt lehetok emlni, hogy köszi Bali, nagyon jó volt a színdarab. Köszi, hogy elvittél minket erre, és tágítottad a tudatunkat. Jó, amíg csak a tudatomról van szó, nekem rendben van. Más nem. Na, jövünk volna. Puszit, sziasztok! Ennyi volt mára. Holnap reggel 6-tól ismét élőben Balázsék. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.